open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. Nem várom még, nem kell, hogy járj. Jó víz év a keresztben, megbeszülj, nem kell. Kézzel a kocsinálj, mit mondjam még. Ennyi és kész. Fáca a nagy dolgokkal a kicsiben. Velem van, sokkal többet jól. 6 óra után vagyunk 17 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Mert még talán egy kicsit sötétben, de már nem, mert közben kivilágosodott. Hello, Feri, hello, Jani. Hello. Sziasztok, jó reggelt. Hello, mindenkinek, itt vagyunk, szerda van. Sötétben, ködben és hidegben. Igen, hát nagyjából hideg ez. Azért nincs, de hát hüvös. Hát 13-15-ös, az M7-es végig ködös, tessék vigyázni, főleg aki mondjuk ilyen hetesen jön, mert a szarvasok, ugye ezt most már tegnaptól tudjuk, megindultak. Bőgnek, ami nem baj, de az a baj, hogy szokott úgy bőgni, hogy áll az úton, vagy beugrik eléd, és akkor a ködbe azt nem látszik. Viszi a vére, azt mondják, írták a vadászok, meg a hozzáértők, hogy ilyenkor senki sem tudja megállítani a bikákat. És ilyenkor nem. Hát és neki mennek a betonfalnak. Csak egy jó szagú tüzelő far. Az hogy ilyenkor, hát ilyenkor keresik hát a nőstér. Igen, az egy világos, de időszak, hogy igen. Egyébként nem úgy van, hogy azért nálunk például embereknél ugye nem úgy van, hogy az év egy bizonyos szakában indulsz be, hanem hát vagy beindulsz. Szerencsés esetben mindig, igen. Persze, de hogy náluk az hogy van, csak a nőstény olyankor ilyenkor bocsájt ki valamit, és arra gerjed. Igen, olyan illatanyagokat. Uh-huh. Hát ez nálunk ugye egész éves, de nálunk is előfordult még a fénykorunkban, hogy nem tudott minket megállítani egy nővérszállónak a fala, meg ilyesmi. Tehát, hogy volt ilyen kollégium, amikor átmentünk a kollégiumban, a női kollégiumban, a férfi kollégiumban. És ez éjszaki portás sem. Senki nem tudott megállni. Alapot Sanyi bácsi, hova mennek Ferike? Ki bőg, a nőszén vagy a hím? Vagy hogy van ez? A hím bőg? A hím bőg? A hím. És aki a leghangosabb, az nyeri el a nőstény. Szerintem igen, az a bizonyítja, hogy ők az alkalmasak. És akkor ők ott meghívnak egymással, behívja a másikat, legyőzi, és akkor utána elkapja a nőstényt. De ugye aranyosan állnak körbe a nőstények, és nézik a csatát? Jó kérdés, nem tudom. Ja, szerintem nem. De akkor honnan tudja, hogy az a hím, aki oda közeledik hozzá, ő a győztes hím, vagy a vesztes hím, az már nem tud járni. Hát mert a másik az igen, az elmenekül. Valahol ott, hogy hívják, elkullog, farkát behúzva. Vadászok segítsetek. Elfuk. Erdészek, vadászok, hajrá. Hát ezért kell elmenni, azt megnézni. Balázs úgy is mondta, hogy ő szeretne elmenni egyszer egy ilyenre, a gyerekkel megnézni egy szaros bőgést, nyilván abban ez is benne van, csomagárban. Hogy bebőgnek? Bebőgnek és mindent látsz, balról, jobbra, jobbra, balra. Szarvas bika jellegzetes hangja a tehenek terelgetését szolgálja, és jelzi a többi bikának arról, hogy ki a hárem ura. Tehát ők azért bőgnek. Aha. Tehát aki a leghangosabb, az a legmenőbb. Igen. Így van. Ez a bőgés első fázisa. A hang alapján a hárem ura hasonlóan erősnek ígérkezik, mint a tolont követelő. Úgy utóbbi felkeresi legyőzendő ellenfelét. A személyes találkozás során felmérik az erőviszonyokat, egy párhuzamot séta során, ballagva, bőgve, agancsot mutogatva próbálják eldönteni, melyikük a rátermettebb. De nagy. Itt sem egyértelmű a csata, akkor összecsapnak és megkezdődik a birkózás. Tehát úgy kezdődik, hogy hang, ha valaki halkabb, mint te, az már nem játszik, ha ugyanolyan hangos vagy hangosabb, akkor elsétáltuk egymás mellett, ha ez se elég, akkor paf. Hát akkor hármunk közül Feri lenne az, aki. Hát miért? Hát ha milyen hang. Kösz vagyok én! És a tehenek az erő másikre. A tehenek ilyenkor félrevonulva figyelik az eseményeket. Akkor ők szemlélik az eseményeket. Lehet ez nagyon de jól tolják a srácok. Szerinted még mindig a tavalyi lesz a nyertes? Nem megyek. Nem megyek oda dörgölöm valami ezen fárom, hogy legalább valahogy kinézze. Hát ez nagyon klassz. Nem is tudtam, hogy ez így Rezső. Jaj, gyerekek, te nem sportnapon volt, képzétek el. Tenisz? Nem, ketrec focin voltam. Micsodán? Ketrec foci. Az a ketrec harc és a kispályás focinak a keverék. Nagyjából tulajdonképpen igen. Közben. Berúgtátok valahova aztán. Ketrec focin voltam, mert a suliba az egyik apuka meghívott, hogy kiesett valaki a csapatukba, és akkor menjek el ilyen suli focira, elmentem. És ketrec foci, nagyon jó, nincs kint sehol a labda, ketrecbe játszotok, kicsi a kapu, egy óra, hát meghalsz, tehát annyira durva. Hogy mekkora a pálya, akkor mint a kis pálya? Hát kisebb, mint egy kézilabda pálya, és rettentesen gyors a játék. Iszonyatosan pörgős.
De tisztes helytállás volt, úgyhogy... Nyertünk? Egyszer nyertünk, egyszer vesztettünk. Ja. Jó van. Én mondtam az apukának, hogy figyelj, én beugró vagyok, tehát nekem mondja, nem kenyerem a foci, inkább a tenisz, de mondta, hogy nem baj, nem olyan erős csapat, figyelj, meghalsz 10 perc után, tehát véged van. Föl tudod rúgni a falra a labdát? Föl tudod rúgni a falra, fölrúghatod a hálóra, mert fölötted van egy háló, fölrúghatod a falra, a kapu fölé, a kapu mellé, a kapu mögé, nincs kint sehol, és nem áll meg a játék soha. Tehát egy óra szünettel tulajdonképpen. Ívás is van, hallod? Ívás is szünet, hogy én mozogni nem tudok. Délelőtt még egy kicsit vízisportoltam, úgyhogy hát meg vagyok halva teljesen. Ez a ketrece a foci hasonlít a legjobban, ugye ez klasszikus a városligeti grundfocikhoz, ahol ugye ilyen leaszfaltozott, ilyen körbekerített kis pályák voltak, talán még vannak is egyébként ott a Pecsön. Ezek a dühöngők, klasszikus dühöngők, igen. De barátom előszeretettel jártak oda ki, és mindig álltak ilyen családok, meg haverok, kis kibiceltek oldalról a pálya széléről. És igen. Minél inkább telt el ugye a játékidő, annál ingerültebbek lettek a beszélgetések a pályán kívül álló haverok, meg rokonok, meg a pályán játszók között. Igen, megy a... Ugassál már bele! Miért ugassz bele? Te játszol! Nem te játszol! Húzzá haza anyja! Megy a szocizás kívül. Na, itt minden nem. Ugyanaz, csak itt nincsenek nézők. Nem. Mert ugye itt az, hogy nem is láttam ilyet, hogy bemész egy nagy csarnokba, és van 15 ketrec. Nagyon jó. Nagyon menő. És 15 ketrecemben mindenki játszik. Kis ketrec, nagy ketrec, közepes ketrec, kis kapuval, nagyobb kapuval, de egymás mellett egy ilyen 10 darab ketrec. És mindenki bent rúgja. De gyakorlatilag szabály nincs, gólig megy, kész. Szabály nincs, gólig megy, megbeszéltek, hányan vagytok, és a 20 ketrecbe vagy 15 ketrecbe rúgják melletted a labdát. Tisztelt hangzavar, de nagyon-nagyon jó. Jó hangulatú, jó hangulatú. Úgyhogy ott kellett helytállni még. Na de hát akkor ez azt is feltételezi, hogy összebarisztál az osztálytársak szüleivel, összejárás van, nagyon jó a hétvégi kerti parti, már nem a barátaiddal lesz, hanem velük. Ennyi gyerekek, hát megindult az apukás foci. Körköltödet neki. Így van. Csinálok egy marrapörit. Hát jó fej volt, gondolt rám, mert írt egyet, vagy egy ilyen köresemes, és akkor mondta, hogy lecsapok arra az egy szabad helyre, és akkor elmentem. Nem volt mindenki apuka, abból a suliból, tehát máshol nincs volt, aki vegyes volt, de jó. Jó hangulatú volt. Hát innen már csak egy ugrást élek, hogy megvár időnként majd a ház előtt hoz egy kis bort, vagy ami házi sütést, vagy rácsörög éjjel kettőkor, vagy ilyesmi. Jó lesz ez. Na, muszáj jóba lenni, érted? Hát barátkozni kell. Nem? Így az fontos, hogy a gyerek is jól érezze magát. Megtudod, ha te nem tudsz érte menni, akkor most már van kire rácsörögjél, akivel tegnap focisztál, hogy szia, Balázs, nem tudod elhozni a Benit, és akkor már meg vagy a délutánival. De azt hiszem, hogy egy helyen is lakunk. Nagyon jó. Tök jó. Na jó, hát az a kis 40 kilométeres kerülő, hát az csak bele kell, hogy férjen, azért, hogy Benit hazadobja. A gyerek, elhoztam 2 órával ezelőtt kit. Fiatokat. Hát barátok vagyunk, nem? Igen, az a nagyon baj. Amikor átbiller a dolog. De ez biztos, ezzel nem lesz semmiféle probléma. Na, viszont még nagyon gyorsan, hogyha belefér. Nem tudom, mit akarsz. Egy kis levelet akarok felolvasni, mert hogy tegnap is volt egy levelünk, és hát ugye sokféle levelet kapunk a kedves hallgatóktól, és vannak olyan, hogy örülünk, vannak, hogy kevésbé örülünk, van, amit csak röhögünk, tegnap egy olyan volt, amit csak röhögtünk, mert hogy ilyen fura pici túlvezérelt volt a hangvétel a levélnek, hát neki is természetesen sok hosszú évet kívánunk, még boldogságot, békességben, egészségben. Tehát ugye közeledik ez a november 19-e, és azért más hangvételi leveleket is kapunk, és ezt szeretnék egyet mindenképpen megosztani, hogy ilyeneket is kapunk, és egyre többet. Hát sajnos is, meg nem is, mert hogy egyébként nagyon örülünk neki. Egy Gyuri nevű hallgatónk küldte a következőt. Drága Morning Show, 2 éve veletek indul minden reggelem, ha kimarad egy adás, akkor meghallgatom YouTube-on, ha tele van a fejem, meghallgatok egy adást, ha rossz napom van, meghallgatok egy adást, ha összeveszek valakivel, meghallgatok egy adást, ha jó kedvem van, meghallgatok egy adást. És a vége mindig ugyanaz. Semmi sem tud úgy kikapcsolni, mint amit ti hárman és a többiek komoly munkával összehoztok. Soha nem felejtem el, amikor Afrikából a forgatás mellett csináltatok adást hullafáradtan, rádiós történelmet írtatok, vagy amikor egy adásban szerepelt egy nő, akinek leégett a háza, és mindene oda lett. És soha nem felejtem el, amikor egy daganatos beteg mondta nektek, hogy amikor megkapja a kemoterápiát és csöpög le az infúzió, akkor többet magával hallgat titeket, és vidámát teszitek még egy ilyen szituációban is. Ezek mind ti vagytok, nem mondjatok olyanokat, hogy legalább tudunk majd aludni, mert ez nem csak ennyi. Nélkületek ez egy szomorú ország lesz, és ettől még jobban fáj, hogy elvették tőletek a frekit. Nagyon szeretünk titeket, Anna, Juli, Zsül, Viki, Laci, Balázs, jó, Feri, benne vagy. Jani. Benne, igen. Jó, beleírtam. Most fújtam ki a levegőt. Beleírtam, mert szerkeszthető volt. És családtagok vagytok 2 millió emberre. Ugye nem hagyjátok végleg abba. Hát nagyon szépen köszönjük, nagyon aranyos. És egyre több ilyen levelet kapunk.
Csak mindenképpen meg akartam ezt is osztani. Egyrészt, hogy legyen visszajelzés ugye a hallgatók felé, akik kapnak levet, természetesen az ilyen levelekre mindegyikre válaszolunk kivétel nélkül. Másfelől meg, hogy azért nem csak olyanokat kapunk, mint tegnap. Főleg úgy, hogy meg nyilván az egy picit ilyen indoklatlanul túlvezérelt volt, de hát ezek vannak a többségben, amiket most felolvastam, úgyhogy ezeket nagyon-nagyon szépen köszönjük mindannyiunk az egész stáb nevében, de azt gondolom, hogy egyébként az egész rádió kollektívája nevében. Látod, ennek kéne örülni, aztán a tegnapi milyen jót nevettünk ezen, meg most itt elkented egy kicsit a száját így fél hét előtt. No, de hát nem azért, hát csak ez olyan jó leső dolog, amivel nem mindig tud mit kezdeni az ember. De ritkán is szoktunk beolvasni ilyeneket. Így van, csak hogy jönnek ezek a levelek, és az ember így végigolvasgatja, és aztán egy picit meg is hatódik, meg örül is neki, hogy ilyen embereknek is, és túlnyomó részt ilyen embereknek csináljuk ezt a rádióműsort már 7 éve. Igen, hát van ilyen is, olyan is, igen. Hogy állunk játékkal, mi a helyzet? Egy-egy van. Egy-egy van? Egy-egy, én úgy emlékszem. Úgy emlékszem, már többet játszottunk, de mint a szerda van, úgyhogy még nem. Ja, akkor beemeltük. Végig nem, igen. Na, azt mondja, hogy Kőhidé határátkelő baleset miatt áll, szép napot Icu küldte nekünk. A hatos úton Pécs felé nagy feneköd van, úristen, kezdődik az ősz, jönnek ezek az SMS-ek. Aztán ilyet soha többet nem olvassuk, hogy senkinek küldj el. Mendi már, ő már ülök a rendszeres dugóban 2 kilométer már most. Na. A munkások miatt. Nincs, ez csak másfél. Tényleg csináljuk valamit Mendivel. Mi az, hogy munkások miatt? Ezt nem értem. Mi az, hogy munkások állnak miatt? Állnak a munkások megvenni a reggeliüket, meg vesznek egy szendvicset. Uh-huh. De mi köze ennek az autós forgalomhoz? Belóg az autójuk. Kicsi a parkoló. Illetve van parkoló, csak pici. Belóg az autó feneke a forgalomba, meg a kiállás, tudod? Amikor ugye beállsz orral valahova, tudod, akkor, hogy visszakerülj a forgalomba, ahhoz ki kell tollatnod, akkor megakasztod az egész sort. Ja. Megvette a kifliét, meg a parizert, és akkor kitollat, és meg kell állni. Hát akkor amiről tegnap beszéltem. Ács és Komárom között az egyes úton útépítés miatt lámpás irányítás és torlódás is van, illetve nagy köd. Ezt Tomi küldte nekünk Komáromból. Köszönjük szépen. Még egyetlen egy képet szeretnék mutatni, ez pont belefér a hírek előtt. Na. Ugye most már napok óta követjük Harrison Ford tevékenységét. Magyarul haj az autón. Ki van haj az autón? Haj a Fordon. Na most van egy bűvész fiú, aki meglepte. Ő egyébként általában az ide látogató bűvészeket valahogy eléri, Jason Statham meg Matt Damon is már szórakozott rajta. Állítok, nagyon ügyes a fiú. Csak szeretném megmutatni nektek Harrison Ford képét, hogy mire gondoltok, amikor meglátjátok ezt az arcot. Jézus, hogy jó Isten. De ő hűl szerintem. Mutatom neked, oda néz. Jaj. Ő hűl. Ugye? De hűl. Ugye? Persze. De fura csodálkozó fejet vág. Igen, picit olyan, mint hogy az Ivány Linda megfogta volna a seggét. Igen, mint hogyha hátulról a fiúnak a másik keze nem itt lógna a bűvés srácnak, aki mint egy helyes, ügyes, aranyos fiú. Mellette Harrison Ford kikerekedett szemekkel, mint egyébként minden magyar kisnyugdíjas, azért valljuk be, hogy körülbelül úgy néz ki az arc, és hát így nem hiszi el, hogy ez vele történik éppen, mert a pillanatban. De újabb dolog, de aranyos odaállt, meg benne volt. Mindig ugyanolyan póló, meg a nadrág van rajta, szerintem. Hát mindez összes fotóm, hogy én azt látom. Nagyon nem öltözik át. Vagy biciklis gatyában, vagy egyben a szürke farmerban. Mindenki hozzánk kell már levezetni. Nekem egy rég úgy tűnik. Jó hely Robert De Niro, Jeremy Irons, most Harrison Ford. Mindenki hozzánk jön. Igen. De jó arc egyébként, szeretjük. Na, Ákos elmondja a híreket, jó, ha jelentkezzétek játékra, írjatok SMS-t. Egy-egy van akkor tehát el is húzhattok. Ez azonban valaki olyan kell, aki jól játszik, úgyhogy ha van bennetek szándék, akkor küldjetek SMS-t. Jó, mi meghallgatjuk a híreket, aztán jövünk vissza nem sokára. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt. El sem hiszem, Mende és Hűsáv között jól járható az út. Bármit is csináltatok, szeri, madzakkal. Nagyon szívesen. Gyerekek, hát látjátok, hát komolyan mondom. Hát, olvas tovább. Csak kényük, igen. Nem olyan nagy gáz. Jó reggelt, nem olyan nagy a gáz, mint Mendén. Szentendre volánbusz pályaudvartól Izbégi elágazásig áll a sor 1,5 kilométer. Valószínűleg egy idióta lámpa beállítás miatt, mi értelme ennek a város központban pofognak az autók, Fercsi küldte nekünk. De Mendét most nem látok, Szigetközi úton akcióznak a rendőrök, azt mondja, torlódás, kémikul, mit látsz Mendém? Kérlek, nem 2, hanem 5 kilométeres a sor, 6 óra 29 kor. Ja, ott van tényleg. Mendén újra dugó, már nem 2, hanem 5 kilométeres a sor. Most vagy szivattok bennünket ezzel a van Mende, nincs Mende, létezik, dugó van. Mende. Nincs.
Most akkor mi van? Mi van már, Mendé? Mi van? Most tessék már, most aha. Már megmondani. Hát nem tudjuk, hogy lehet, hogy nem az úton, mitől lehet, hogy itt nem az országos kék túravonalán halad gyalog, vagy nem tudom, és ott nincs semmi sehol. Helikopterre ment. Na jól van. Oké, hát akkor megnézzük, hogy kivel játszunk. Már itt is van a játékosom. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Halló, jó reggel, csibészek. Jó reggel, hello. Jó reggel, Magyarország. Jó reggel. Üdvözlök mindenkit. Hello, Jani, ciao, honnan hívtál minket? Hát Svédország, Skóna megye, Malmi városa. Nem mondd már, mit csinálsz arra felé? Hát itt élem egy 4,5 éve az életemet. Többen magammal, párommal. Aki Vikinek, ő az én Vikim, Vikinek hívják, és elúttal szeretném megragadni, hogyha megengeditek azt a pillanatot, hogy boldog születésnapot kívánjak neki. A harmadik X-et tölti ma, és a Viker testvéreinek, Attilának is boldog születésnapot szeretnék kívánni, ha ennyi belefér. De jó. Persze, mit csinálsz te Svédországban? Együtt dolgozunk, takarítással foglalkozunk, irodák, többnyire magánházak, és ilyesmivel. Na most hazajöhetsz akkor, mert ugye baj van a takarítással, Magyarországon most volt egy ilyen, hát, és várjál, elkezdik emelni a fizukat a takarítónőknek, azt mondták, hogy nem tudják itt tartani. Úgyhogy igen, jöhetsz. Figyelem a híreket, de gondolom egy picit még jobb kint azért a lóvé, mint itt. Igen, de én azok közé tartozom egyébként, akik hazavágynak, tehát minden, egy idő után minden tud hiányozni, még a kártyuk, meg a romos épületek. Most voltunk ott egy hónapig, úgyhogy na hát, néha egy kicsit megdöbbent egy-két dolog, de egyébként attól függetlenül minden tud hiányozni. Aha, tehát hogy azért, ha lehetne, akkor jönnél haza? Mi úgy tervezik, igen. Úgy tervezitek, hogy nem maradtok ott. Oké, Jani, jól van. Kivel játszanál? Hát veled szeretnék. Jó, benne vagyok, hát akit választhatok. Mehetünk? Mehetünk, persze. Na, itt vagyok. Kérdezel, vagy kérdezek én, mi legyen? Szeretnék kérdezni? Kérdezhetek. Várjátok a kislányotokat, jól értettem? Persze, igen, december 20-án. Ott a vége, igen. Én még tudom, mit kell kérdezni. Gyerekre terelem a születés. Egy kis gyerek, egy kis születés, egy kis elérzékenyülés, és már is behúzzuk, amit be kell húzni. Ennyi. Ez hihetetlen. Hát, nekem nem. Én ez abszolút hozzá vagyok szokva, úgyhogy nem tudok. Ez az élőadás. Varázsa. Varázsa. Ja, varázsa, hogy... Ja, varázsa. Zenei. Janikám, köszi, elbúcsúzunk, jó? Jó. Még hát igen. Pár óra kell, még ezt te megemészted, hogy hallod. Puszíjuk a nejedet is. Okay. Csokkodtatjuk őt is, szervasztok. Mindenkit a Svédországban. Oké, sziasztok. Hát, adjő már mű. Legalább a fele nyelves legyen. Ciao. Hello, ciao. Na hát gyerekek, ennyi volt. Akkor viszont így. Ennyi gyerekek. Most mit csináljunk? Mit csináljunk, hogy tudjatok nyerni? Tényleg mit csináljunk? Mondjunk nemet vagy igent, esetleg ez lehet a megoldás, semmi más. Hát talán már nem tudnánk veszíteni. Meg kéne fejezni a játékot egyszer is, mint nem tudunk veszíteni. Nem, egyszer nem, hát látod, hát még bele sem merültem, és már kimondottam a játékosra. Mi lesz, hogy igazából játszom, érted? Hogy úgy valóban neki szaladok a játéknak erőből, mert most még csak úgy alibiztem, de hát igen, olyan is elég. Kedves, rendes emberek, de hát játszani nem tudnak. Nem, igazából. Nem fogalmazottak, aranyosak. Olyan helyet, én imádom őket, egy olyan fogalmazott, töltsük ki meg tök aranyosak, de lehetetlenül béne. Szóval, hogy egyszerűen nem térek magamhoz, hogy nem tudnak játszani. Na mindegy. Jó, a Mendénél ma reggel rendőri irányítás mellett gyakorlatilag nem volt dugó, amikor ma reggel 6:40-kor arra jöttem, Géza. Most mi most már Mendén rendőri irányítást kapott?
Igen, ezt többen is írják. Itt van egy főutcai lakos, ő is azt írja, hogy a rendőri irányítás miatt nincs dugó. Hát akkor ez kell. Hát ez kell minden ennyi. Nap, ki kell menni oda egy rendőrnek, és irányítsa a mendei forgalmat. Jó, de ja, akkor kiírta az 5 kilométeres dugó. Na jó, most te kivel vagy? Ő megpróbál minket összezavarni, igen. De nekem ennyi, csak beszélünk valamiről, ez lehet, hogy megoldódik, de jó lenne kideríteni, meddig van ott a rendőr. Valaki egy telefonnal menjen oda a rendőrhöz, hívjon fel bennünket, és interjúolja meg a rendőrt, hogy meddig van mentén a rendőr. Aztán mindig megoldunk, minden héten megoldunk egy csomó pontot. Tök jó. Lehet, hogy erre sikerült megoldást találni. A frekvenciánkról is nagyon sokat beszéltünk, azt még se oldodik meg. Arra azt nem tudja megoldani. Vannak dolgok, amik nem rajtunk múlnak. Mm. Amik nem rajtunk múlnak, igen. Na jó, van, Ákos újra jön a hírekkel, aztán jövünk vissza mi is a hírek után. Úgyhogy senki nem menjen sehova, mindjárt itt vagyunk. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Itt vagyunk. Gyerekek, olyan rossz kávét csináltam magamnak, hogy a saját kávémat nem bírom meginni. Komolyan csak így nézem, szemezünk egy ideje, és így azt mondom, így áll meg, nem iszlak, de így áll meg, nem bírlak, hagyjál. Így áll meg, én vagyok a te kis kávé. Te csináltál, te hívtál életre. Bűrossz a kávénk, én nem tudom mi van, de miért keserű a kávé? Miért ez keserű? Azért van, mert a tervezett mennyiségű eritritnek, meg tejnek csak egy részét tetted bele a pohárba, a többi ott van az asztalodon. És ráadásul ugye úgy, hogy a kávé meleg, de igen, kicsit mellé ment. A kávé meleg, de a hideg, a tej az hideg, amit rátöltök, ettől lesz egy ilyen félhideg, ilyen féllangyos, ilyen keserű valami, de már újra meg nem melegítem sok meg. Figyelj, ezért ez nem vagy egy született barista, az biztos. Nem, ez a kávé szörnyű, és nem tudom évek óta megfejteni, hogy bemegyek a kedvenc kis érdi cukrászdámba, iszom egy kávét, és finom a kávé, és ez olyan rohadt keserű, hogy egyszer megőrülök. De, és le kell küzdenem, mert nekem ez sajnos létfontosságú, de mindenre kell megszem. Mert a Laci is keserű csinál. Klau nagyon jól csinál az érdi cukrászdámba. Lehet, hogy ő nekem mindegy, de hát ez szörnyű. Szóval, hogy ez egy kínszenvedés. Olyan, mint valamilyen májva főzetet kéne meginnom, vagy ilyen epét, vagy lépet enni. Nem, ez egy szörnyű. Szörnyű. De megiszom. Elküldjünk egy tanfolyamra. Húzd le! Ami marad, az a harag. Azt a mindenit. És jéghideg a tejtől. De olyan hideg, mint amikor kiveszed az ásványítet az üvegből. De ha tudod a hibákat, akkor mibe kerülne az, hogy ki tudnád küszöbölni? Tehát, hogy megmelegíted a tejet, teszel bele elég mézet, és akkor lenne egy jó kávé. Tehát tudod, hogy hol hibázol. Az, hogy a kávé szerintem akkor is keserű lenne. A kávé ilyen. Az. Tehát a kávé, de nem, van, ahol finom kávét iszol, és nem keserű. Tehát vannak helyek, ahol iszol egy jó kávét, és nem keserű, finom. De ez, ez keserű. Ez robusta. Frissendalát, igen. Na mindegy. Már elfogyott. Mit akartál mondani? Elfogyott a kávé? Uh-huh. Hozzak? Miért? Hoztál? Hát a szívén nem láttam, hogy elfogyott, sose nézem. A kedvenc csomó benzinkúton van egyébként. Én a pirosnál szoktam venni. És ott ugyanazt a márkát főzik le, és én azt imádom, amit a múltkor hoztál. Jó. Tudod, ami rohadt drága volt. Nem a zára miért mondom, de tényleg az egy nagyon jó kávé volt, és azt a piros kútnál állandóan azt isszuk. És én rajtatok nem spórolok, én nektek szívesen hozok kávét. Tudod, hogy egy úr. Ezt ugye figyeltek, ezt mi van a karácsonyi adásra, mert hogy holnap karácsonyozunk elvileg. Aha, nem húztunk, gyereke, nem készültünk sem. Nem húztunk, jön nincs a beigli. Én ma megyek díszítés. A beigli. Nincsen olyan, hogy elvileg, gyakorlatilag is holnap mi karácsonyozni fogunk. De mit adunk át ajándéknak? Kikit húzod? Húzni kell. Itt a mai kikit adásban nem húzta senkit. Kikit, de hát nem se tudja átérni. És bejöhet ő is. Én nem kikit húztam, de szeretem kikit. De most akkor hogy lesz? Húzunk. Viki már elkészítette a kis papírcetliket a nevekkel, kihúzzuk, és ahogy megbeszéltünk, és nincsen itt nagy menősködés, meg nincsen itt, hogy hívják, nagy krőzuskodás, meg mindenféle arcos, 500 forint. Uh-huh. 500 forintos. Keretet. Csak így ide nyúlsz, kiveszel innen egy tollat, boldog karácsonyt, vagy valami ilyesmi. Tulajdonképpen ennyi lesz. Jó, ennyi az egész. Készülünk zenékkel, kis díszítés, bízzátok rám, azt én majd megoldom. Minden évben megoldottam eddig. Idén is megfogom. Keresem az emlékeimet a tavalyi karácsonyról, a díszítéssel kapcsolatosan. Mi szerinted a girlandokat kihozta, szép, és kirakta fel a karácsonyfára, szerinted te? De mi? Én biztos nem. De karácsonyfát is hozol? Nem, az van itt. Van ez, ahogy hívják, ez a céges karácsonyfa, az a mi karácsonyfa. Tehát akkor úgy csináljuk meg, hogy tényleg legyenek karácsonydíszek, girlandok, beigli, zene, tehát akkor minden az ilyen húzzunk. Kinek néztek engem? Igénytelen a prolinak? Nem, én igényes proli vagyok. Igen, egy igényes proli vagy. Na,
Gyorsan egy piti közlekedés. Azt mondja, hogy nézzük, mi van az utakon. Hogy áll az M1-M7, írjátok meg, Léci. Jó, fontos, közi. Fóti körforgalom az M0-ás lejárónál ismét dugó van. Százszalombattai MOL bejárat előtt parkolóban katasztrófa védelmi ellenőrzés. Drágáim, Halászterek, Szigetszent Miklós állandó dugó, komborul is beszéltek, Léci, hát történik valami csoda, 3 perces út, 25 perc, szeretlek titeket, remélem még maradtok sokáig, közi Kriszti. Trafiban a Népligeti felüljárónál a belváros felé, ez Fábián küldte nekünk. Mendénél ma reggel rendőri irányítás mellett gyakorlatilag nem volt dugó, amikor ma reggel 6:40-kor arra jöttem. És a rendőr. Hello! Mendén újra dugó, már nem 2, hanem 5 kilométeres a sor. Írj egy másnál. Má. Jó. Jó, akkor kérünk egy friss infót Mendéről. Tegnap megpróbáltuk a polgármestert elérni, emlékeztek? Igen. De miért nem hívtuk aztán föl? Mert már nem volt rá időnk, nagyon sűrű volt a tegnapi sűrű volt a reggel, igen. Sűrű volt a reggel. Na most képzeljétek el, hogy kaptam egy SMS-t ma reggel, nem olyan régen, és nem hiszitek el, hogy ki írt nekem. Mindjárt olvasom. Mindjárt beolvasom, meg fogtok lepődni. Hogy milyen SMS-t? Harrison Ford. Szia Balázs, így kezdődik az SMS. Akkor eddig mondjuk igen. Nem, Harrison Ford. Szia Balázs, bocs, hogy így jelzem a számom, de úgy gondolom, így a leghitelesebb. Kasszanyi Józsi, Mende, községi polgármester. Józsi, így írta. Mert a tegnap fel akartuk hívni, és már rám küldött egy SMS-t, izgatottam már a beszélgetést, ha hívtok, maradok tisztelettel, Polgári Jenő. És ez még a végére, odaírta. Hát akkor hívjuk fel, kérdezzük meg, hogy mi történik Mendén. Józsi, nem József. Ő azt írta, hogy igen, Mende, Kasszonyi Józsi, Mende, községi polgi. Sok felkiáltó jellel. Kérdezzük meg akkor, ha már rám írt. Persze, ilyenkor már biztos ébren van. Egyrészt honnan tudja a számom? Ugye? Nagyon nagy kérdés. Ez a legfontosabb. Kettő, hogy... Az ecseri polgármestert. hogy hívjuk föl, csak gyorsan tegyük helyre ezt a Mendét, hogy akkor, ha ma ez flottul megy, mert tegnap sokat foglalkoztunk vele, valószínűleg aki eljutott a kezét a rendőr, akkor miért nem állott minden reggel rendőr? Álljon ott, és a Mendélyeknek megoldottuk az életét. Plusz a sűsápiaknak is mindenkinek, nem? De ne önkéntes, hanem profi. Önkéntes is állhat, csak álljon valaki. Ne, ők túlvezéretek. Na várjál. Polgárőr. Halló? Polgármester úr! Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk, Balázs, Jani, Feri, Morning Show. Jó reggelt. Szia, hello! Sziasztok, üdvözöllek benneteket! Jó reggelt! Hát nagyon helyes vagy, hogy rám írtál egy SMS-t. Hát úgy gondoltam, hogy ezt az állapotot már akkor beszéljük meg, mert hallottam a rádióból, hogy többször szeretnél velem beszélni, polgármesteri hivatalt hívjátok, de nem veszik fel a telefont, meg ilyesmiért. De akkor gondoltad, elébe visz a dolognak, és megtalálsz engem. Aha. Igen. Na, hát figyelj, legendákat hallunk a Mendei dugóról. És hallgatóink panaszkodnak nekünk, hogy csináljunk valamit, mert hogy ott bedugul. Próbáltuk kinyomozni, hogy mi az oka. Valaki azt mondta a pecsenysütő, valaki azt mondta a munkások, valaki azt mondta az útra kilógó autók, valaki megírta, nem más gyerekek, mint a zebra. Mert hogy sokan mennek keresztbe. Mi a helyzet? Vagy mi a baj Mendével? Balázs, mennyi az időnk arra, hogy beszélgessünk, mert hogyha elmesélem nyomorúságunk történetét, akkor az a műsor időt elviszi. Hát figyelj, valahogy nagyon röviden próbáld vázolni. Van-e olyan valami, amiben tudunk segíteni? Szóval gyakorlatilag az a reális tényállás, és megpróbálok nem a háztárira beszélni, hanem pontosan fogalmazva, hogy mi is az oka neki. A 31-es főút kettészeli Mendét. Ugye a járságból reggel a munkások járnak fel Budapestre többnyire dolgozni, és Mende már az a település, ahol már összetorlódik úgy a forgalom, hogy egy óra alatt 1500 autó megy át. Itt a rendőrök adták ezt az információt nekem, de számolták az autókat, és egyszerűen kezelhetetlenné vált ez a dolog. Amit tegnap hallottam a rádiótokban, egy sűrsápi lakos telefonált be, az teljesen úgy van. Sajnos kinőttük már a 31-es főutat, és természetesen van itt egy CBA, ami az én tulajdonom, pecsenyes hűtő is, úgyhogy ott is megállnak. Reggelente megállnak az emberek reggelit venni, kajálni, parkolnak. Most még parkolnak. Volna, hogy egyébként most éppen akciós a csülök. Ezt többen írtak erre, rá is akartam kérdezni, csak legenda, vagy az tényleg a tiéd a CBA és a pecsenyes ütő? Én ezt 20 éve vásároltam ezt a kereskedelmi egységet, kvázi. Egy picit esett jól, hogy összefüggésbe vonják a polgármesteri mi voltommal, mert 6 éve vagyok polgármester, de 20 éve üzemel ez a kereskedelmi egység.
igazándiból, amikor ezt megvásároltuk, akkor ilyen lovaskocsis forgalom volt még a 31-esen. Parkolók azok nőttek, ilyen 200 folyóméter parkolót tudtunk csinálni, de már nincs hely, ahova lehessen parkolót csinálni. A mellékutcákból nem lehet kiállni a 31-esre, kihajtani a 31-esre, mert olyan összetűbbő a forgalom. Itt a bolt előtt természetesen állnak be az autók, tolatnak ki az autók, így van, de az, hogy szabálytalanul parkolnak, meg ilyesmi, egy kicsit ez túlzás, mert itt már szeptember 1-e óta rendőri irányítással meg minden reggel a forgalom. De ma reggel nyugi van, azt írják a hallgatók, hogy már jól lehet haladni. Hát reggel 6 órakor azt mondják, 2 kilométeres sor van, azt mondtátok. Megnéztem, összességében talán volt 25 autó, ami áthaladt mentén, úgyhogy sokszor-sokszor úgy érzem, hogy túlzás, de természetesen azért nagy dugók szoktak kialakulni. De ez befolyásolja minden tényező, amit elmondhatok, a lámpa befolyásolja azt, hogy innen 8 kilométerre körforgalomban, Maglódon, ott is körülbelül ilyen 10 perces várakozás van, amiben át lehet jutni. Úgyhogy én úgy érzem, hogy a 31-es egy szűk keresztmetszetű főútvonal. De még nem lehet egy aluljárót csinálni, vagy egy felüljárót, akkor legalább a gyalogos forgalom megoldódna, az nem egy akkora beruházás, hogy aluljárót csinálni, csak nem kell mindenkinek hogy nyomkodni a lámpát még annak. Hát én azt gondolom, hogy ezt kivitelezni sem lehetne. Ezt úgy képzeljétek el, nem tudom, hogy mennyire is vétek mendekösséget, ez a 31-es, utána jön egy vízelvezető árok és egy 1 méteres járda, majd a lakóházak, és ez mindkét oldal. Aha, akkor ott tudom, hogy oda nehéz megcsinálni. Igen, a vízelvezetőre még szükség van. Igen, azt ott nehéz akkor megcsinálni. Igen, akkor nagyon nehéz, sajnos ilyen leálló sávtól kezdve minden megoldáson törjük a fejünket, remélhetőleg azért valamit ki tudnak találni a hozzáértők, és akkor ezt megoldjuk, ezt a helyzetet. Tehát nem kezelhetetlen az egy előtt. Jó, de akkor nem a CBA-d miatt van. Kérdezzetek rá, amiatt van dugó. Kiterjeszt egy kópos? Egy Aldis? Hozzájárul nagyba is a CBA-nak a parkolása természetesen, úgyhogy ez is benne van természetesen. Elkerülőre gondolom, hogy remény sincs, ugye? Tehát, hogy hát a 15 éve tervezik az elkerülőt, de most úgy tudom a legfrissebb források szerint, hogy 2029 körül. Gyerekek, elhussanak. Hamar elmegy, na, ne legyél szigorú, hát az persze. Az így elmegy, sincsúgy elmegy. Egy 13 évet már az ember kivárja. Igen, jó, azt akarom mondani, hogy ha esetlegesen erre jártok, akkor tudnátok innen tudósítani Mendéről hitelszerűen a forgalomról. Nagy szeretettel várnak benneteket. Hát, ami hallgatóink, akik olyanok, mint a mi kihelyezett őrszemeink, sasszemeink, ők mindent látnak, megírják nekünk, tehát igazából az országban mindenhol van szemünk, fülünk, és mindenről tudomást szerzünk. Tehát nekünk ők abszolút hitelesek. Abszolút hitelesek, mert ha nincs dugó, azt is megírják, ha ott állnak a dugóban, akkor azt is megírják, mint hogy máshonnan is elküldik, persze. Nekünk is kijut ebből, mert Ferényeknél most minden este dugó van. Igen. Én elnézést kérek azoktól az emberektől, akik mondjuk a CBA miatt a dugóba állnak, mert tudom, hogy bosszantó dolog, de higgyék el, hogy nem tudok ezzel a dologgal sok mindent csinálni, amit meg lehetett tenni, azt megtettem. De higgyék el, hogy nagyon jó keresek rajta, úgyhogy nem fogom feladni. Ez is benne van. Annyira szerettem, hogy ezt így kimondom, tegy jó fej vagy. Komolyan mondom, mert csak jó fej polgármesterekkel találkozunk. Kazinc, Varcika, Menden. Tök jó, hogy ezt így fölvállal. Hát igen, ez az őszintesség, ez szokatlan manapság. Igen, de hát ezt meg kell vállalni. Persze meg, hát hogy halljuk, azért nem csak emiatt van. Tehát ott másba is van. Na jó, van. Igazság szerint ennyi. Azzal tudnám talán kárpótolni a forgalomba résztvevő embereket itt a településünk. 10.000 forint feletti vásárlás. Nem, arra gondoltam, hogy ilyen I Love Mende feliratú pólót, és akkor azt szétosztogatjuk. De október 7-e, 8-án lesz egy nagyon nagy szabású születi mulatságunk, akire mindenkit szeretettel várunk, és pénteken lenne az Ergo koncert,
szombaton pedig Bangó Margit koncert. Hogy betolta? Milyen profi gyerekek? A polgikot már valaki felkészíti ezekre a megszólásokra, mert nagyon profi promotálják saját magukat. Dehogy itt, ez csak érdekesség. Persze, ha már itt van egy ilyen lehetőség, hát ezt el kell mondani. A pecsenyes sütőkitelepül, gondolom. Ott lesz a pecsenyes sütőkitelepül, a pecsenyes sütő? Hogyne, persze. Úgyhogy lesz vendégi kolbász, tóalmási kolbász itt, és minden egyéb finomság. El kell, hogy mondjam, hogy van dílerem tóalmásról. Olyan kolbász csinálnak tóalmáson, előre lefóliázva, kicsi, vékony, hosszú paprikás tóalmási kolbász, 6-8 darab egy zacskóban, gyerekek. Ilyen. Olyan nem kolbász. Tovább, mert az is a mendei polgár. Olyan kolbász, nem tudom ki a tóalmási kolbász, de gyerekek, ízesített, magyaros fűszerezésű, sima, ilyen virsti-szerű, kicsi, nagyon vékony, jó, hosszú, 8 darabos gyerekek, hát ott megőrülsz annyira. Nagyon jó baráti kapcsolatban vagyok a tulajdonossal, Kurunci Antyival, úgyhogy nagyon szívesen. Hüvei út 102. Nem kell letagadnod a mobil számomat, ha ezen beszélgetés után elkéri, és egy nagyobb kontingens küldene a családnak, mert vásárolunk egy díler által tóalmási kolbászt, és gyerekek, az le a kalapba. Menő? Le a kalapba. Uh-huh. Nagyon, nagyon finom. Tényleg nagyon jó. Jól van. Na, örülök, szóval ilyen finomságokkal várjuk a jó van, ne promózni. Nagyon nagy szeretettel benneteket is, ez óriási dolog lenne, hogyha lejönnétek. Tök helyes vagy, köszönjük szépen. Józsi, drága vagy, ha bármi van, beszéljünk, jó? Most úgy néz ki, a rendőri irányítás azért valami javult, hát ha el tudjátok intézni, legyen ott minden nap egy áruhás, vagy egy igazi, vagy egy önkéntes, aztán egy kicsit irányítson, ma úgy látszik azért ez jobban halad. Jó? September 1-e óta a rendőrök tényleg helytállnak, és minden reggel itt vannak, úgyhogy... Lehet, hogy segít. Nem mondhatom, uh-huh. Ingyen kávé? Van az is. Fél áron kapják a kávét a CBA-ba. Józsi, köszi, vigyázzatok magatokra, csókolat. Nagyon köszönöm a lehetőséget, sziasztok. Köszönjük szépen, köszönjük Józsefnek. Mendekösség polgármesterének. Gyerekek, jó arc. Jó arc a polgármester, tényleg. Nem? Nem nagyon. Volt kamuzás, elmondta, hogy az övé a hely, de most már 20 éve. Nagyon bírom. Én nagyon, nagyon szeretem az ilyet, tényleg. Budakeszi főút, kb. 10 km-es a sor. Ide nekünk a budakeszi polgármester. Írjuk, hogy mit lehet csinálni Budakeszire. Hát tudom, arra felé lakom, az horror. De hol nem horror? De szóval... mi fogja meg? Budakesziről jössz, hát ott sár, a hátsó úton, egy sár, és ennyi. Egy Lidl. Azt, hogy a polgi a Lidl. Nem lehet rendesen, nem lehet rendesen parkolni. Na, mondtad, hogy mondani akarsz valamit? Jani. Dr. Csutoláné, Dr. Győri Otília. Ő a polgi? Budakeszi polgárestere. Sokat nem tudunk tenni, de már beszélünk róla, lehet, hogy elindul valami megoldás. Figyelj, ha már homá. Figyeljetek. Úristen. Én komolyan mondom, most nem tudom, mit csinálok ezekkel a tetves poloskákkal, mert hogyha ha valakinek kertesházat, de nem, én ezt szerintem egyébként nem csak kertesházaknál jelent ez problémát. Én nem tudom, mi történik a poloska populációban mostanában, hogy én nem tudom, valami szuper búgatószerbe zabáltak bele ezek a dögök, de 3,5 millióan vannak egy négyzetméter, vagy mit tudom én nem számoltam meg őket, csak folyamatos küzdelemben vagyunk, a gyerek nem tud tőlük aludni, bemásznak a szúnyogháló alatt, ez a kis tetves nyomorult országok. Nyilván felhagyják a szúnyoghálót, és az első poloska hátra szól a többieknek, felhajtottam, gyertek, induljunk! Ilyen lapos a poloska, és tényleg bemászik, és nem csak kertesben van nálunk a negyediken itt bent a városban, a város közepén, a negyedik emeleti lakásban van poloska. Nem jön hiszed be. El, hogy mennyi de van a nyüzsögnek a házaknak az oldalán, minden ilyen napos részre, hogyha megnézed, invázió az van, invazív faj a poloska. Invázió, ezt nagyon komolyan mondom, hosszú évekkel ezelőtt nem volt ilyen. Nem volt 5 évvel ezelőtt sem, 4 évvel ezelőtt sem. Na jó, lehet, hogy volt, de nem ilyen mértékben. Én nem tudom, mi történik a világban, én nem tudom, mi történik a környezetben, vagy valami, hogy kiesett valami az ökoszisztémában, kiesett valamilyen látszám, kiesett a természetes ellenség a poloskának. Senki, hát tudom. Büdös, mint az állat. Hát próbálj meg egyet elnyomni, szétcsattintani, olyan büdös, valami, hogy beledög lesz. Még büdösebb. Próbálj megfejteni, tehát a poloska azért tudott elszaporodni, mert valami nem zabálja meg, ami eddig megzabálta. Tehát azt kell megtalálni, hogy mi zabálja a poloskát, és az miért kell.
Vagy miért tűnt el az, ami a poloskát megzabáló állatot zabálta meg? Így van, vagy így van, így van. Így nem, van. Az szaporodott el, aki megzabálta az őt megzabáló állatot, érted? A poloskát megzabáló állatot zabálja meg egy állat, és az elszaporodott. Így ezért van. Kihalt a poloskát megzabáló állat, és ezért szaporodott el a poloskát. Az... Ez egy kiesett a lépcsőből, a láncemből, a piramisból, érted? De az nem lehet, hogy a poloskát megzabáló állatot zabáló állatot megzabáló állatot valami megzabálta? Mindennek a csúcsán pedig mi van? Az ember. Tehát kirontottál, mi rontottuk el. Mit csinálják ezzel most? Old meg. Mondd meg, hívjuk, hogy mit fel, kell csinálni. Hívjuk fel, polgármesterhez tartozik a poloska. Hívjuk fel a poloskák szakszervezetének szóvivőjét, Mr. Poloska Gyöngyit, és kérdezzük meg tőle, hogy mit szól a poloska invázióhoz, illetve tud-e arról, várjál, hogy a társai kirajzottak. Szerintem a Nemzetbiztonsági Hivatalnak a poloskásító. Az ügyei közé tartozik a poloska. Egyébként én is észrevettem, este jönnek általában, így van, és mindig párba járnak. Hogy? Vagy ez nem az? Nem. Ja, hát nem. És nem egy máson vannak. Hármasával is láttam már őket, de valószínűleg előrébb hogy hosszú sikerben gazdag, de már egy picit laposodó házasság következtében már hárman csinálják. Lecsállnak a földre, és én mindig megbotlom benne. És a Viki mindig megkérdezi, hogy mi történt, és mondom, semmi, csak megbotlottam meg itt egy poloskában. Ez történik. Elég nagyobb a poloskák. Hát, óriási poloskák vannak. És mindig párban vannak. Figyelj, de mindenhol ott vannak. Mindenhol ott vannak. Nem lehet, hogy csak halucinálsz, mert nem tudom, valami félig megromlott ilyen gombapástétomot tettél, és mint Johnny Depp halucinálsz. Nem lehet? Figyelj, megdöbbentő, elképesztő, hogy mennyire erőszakosak, tehát, hogy tényleg mindenhol beszélszakolják magukat. Az a durva egyébként, hogy még a pókoknak a hálójában is poloskákat látok, mert nem szúnyogot, nem mindenféle ilyen apró pici kis rovarokat, meg ilyeneket, hanem poloskákat. Már a pókok is átálltak a poloskákra. Komolyan. Azt írja Szala, hogy a poloska zabáló kiment külföldre dolgozni, és ezért nincs poloska. Viszont van itt nálunk valaki, egy növényvédelmi zoológus vonalban, dr. Molnár András. Hello, András, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Ciao, de jó, hogy itt vagy. Figyelj, igaz, amit Jani mond, valóban elszabadultak? Vagy csak halucinál? Hallgatva a műsor, tényleg sok igazságot elmondtatok. Ugye? Akkor valóban sok poloska van, és abban is igazatok van, hogy ebben az ember is bizony szerepet játszik, hiszen spontán módon ezek az állatok nagyon ritkán jelennek meg, tehát úgy értem, hogy a távoli elterjedési területekről ide bevándorolni saját szárnyaikon nem nagyon tudnak. Ez emberi segítség szükséges. De ők nem magyar poloskák? Ne, hát nem, a poloska az lengyel a nevében is. Ja, poloska, hát hülye vagyok. Több fajról is van itt szó. Pontosan két faj, ami a leginkább elterjedt. Az egyik korábban került, de ez a zöld vándorpoloska. Ide szóval egy újabban, ha jól emlékszem, 2013-ban betelepedett faj, ez a márványos poloska, és ez is terjed. Ugye az előbbi Etiópiában honos, ez az utóbbi, migráns, inkább Ázsia kereti részén. Jönnek be, nem állítja meg őket a kerítést, poloska, migráns poloskák. Hát, nagyon jó repülnek egyébként, tehát már nem vannak a kontinensen akkor, és megtalálják itt az életfeltérőket, mert pedig ez megtörtént, akkor nagyon gyorsan el tudnak szaporodni, mert az emberi tényező is közül játszik. De nem lehet, hogy csak a Nemzetbiztonsági Hivatal akar mindenkit bepoloskázni? Úristen! A kis mikrofon van a hátán, akkor igen. Kicsi mikrofon van a hátán, de azon most megvagy, látom, bepoloskáztál. Ölnek bele energiát. Tehát Jánosra se történt semmi más, csak egyszerűen bepoloskáztál. Igen, egyszerűen kíváncsiak voltak az én kis szürke hétköznapi életemre. És mi a természetes ellenség a poloskának? Mi zabálná föl, ha felzabálná? Eredeti élőhelyükön van a természetes ellenségek. Úgyhogy parazitoidok, fürkészdarazsak, vannak ilyenek. Hát nálunk itt nem honosak, ezért ezek a kártevők, ezek a poloskák, ezért még a természetes ellensége ugye nem követ. És az idő, amíg esetleg itt honos természetes ellenségek megtalálják ezeket az állatokat, és rátelepednek. Mondjuk inkább a poloska legyen a gyerek szobájában, vagy ott az döngítsén ott a lápa körül, mint fürkészdarazsak. Vagy lapostetű. Vagy, hát az a másik koné lenne. Lehet ezzel valamit csinálni? Vagy mi mert van? Mert nagyon árt a hőszigetélésnek a fapapucs, ha azzal ütöm őket. Igen, rettetesen sok volt van, Janiék, hálószobáján már a fehér falon. Hát tényleg, hogy tömegesen telepednek be ilyenkor, tehát ugye az a probléma, hogy ezek melegigényes állatok, úgyhogy és kifejezett állokban terelnek át, tehát ahhoz, hogy megfelelő terelőhelyet találjanak, ahhoz védett helyeket keresnek. Ilyen kiváló számukra a lakások, ezért húzódnak be, teljesen észszerű tevékenység a részükről. Hát mit lehet tenni? Igazából a rovarlőszerek nem igazán hatásosak, de egyébként sem nagyon szoktunk ilyeneket alkalmazni,
Úgyhogy sajnos a fizikai eltávolításon kívül más nem jön szóba ez a rossz hír. Valóban a szúnyoghálón is a réseken képesek áthatolni. De hogy jön át a szúnyoghálón? Milyen rosszul felépített megépített szúnyogháló az, megint olcsós ilyen Tesco szúnyoghálót vettél biztos, amin átjön. Érted? Nekem semmi nem jön át a szúnyoghálón. Hogyha ezt résmentesen sikerül föltenni, akkor maga a három nem tudnak átmenni. Összeeszkábáltál megint, ami leértékelt ilyen olcsó ilyen barkácsi szúnyoghálót. Te vagy a hülye, csodálkozva játmenek a poloskák, érted? Nem számoltunk velük. A gyerekre veszélyt jelentenek, vagy bárkire? Idősebbekre legyen. Vagy rátelepedik az arcára, és lejuttat valamit a gyomrába, arra gondolsz, hogy mi történik? Nem lehet hallani ilyeneket, hogy esetleg allergiás reakciót válthat ki a válladéka, de azért ez nem jellemző. Inkább a szaga, ami kellemetlen. Egyébként ezek mind kártevők is jelen vannak, tehát elég súlyos gondokat tudnak okozni házi kertekben, de akár a gazdaságokban is, hiszen az érőfélben lévő gyümölcsöket, zöldségféléket szívogatják. Na ne szívogatják. Hát, nem nagyon tudunk ellenek érekezni. Köszi, hogy elmondhatod, ez nem túl biztatok, de akkor igaz, amit János szól. Köszi, ha jó munkát. Ha van fürkész darazsat átvennénk. Igen, néhány kilónyi fürkész darazsat. És akkor azt Janihoz betelepítjük. Meg vagyunk. Annak nagyon fogunk körülni, én is, meg a macska is. Gyerekek, 7:30, és már két komoly horderei dolgot megoldottunk. Mende és a poloskák. Mende és a poloskák már. Mi a meg? Mondjuk meg 3-4-8-kor kiölte meg Kennedyt? Vagy mi? Kibuktatta meg Nixont, érted? Tehát, hogy nem is értem komolyan. A poloskinváziókat a tech idei több milliárdos támogatása már telik nekik rá. Ezt írta egy hallgató. Jó lesz mindenkinek vigyázni, az egész ország be van poloskázva. Köszönjük szépen az SMS-t. Na jó, oké, játszunk egyet. Jó, mit mond Dóra? Ezzel jövünk nem sokára. Valamint kaptál egy tanácsot, Jani. A kaméleon imádja. Úgyhogy... De ő tök rohadt lassú. De hosszú a nyelve, az meg gyors. És már megvan a polos. Ennyi, és már meg is van a polos. A becézett poloska. Ja, csak csimászik őket poloska. Mit mondó, rá játszunk nem sokára, lehet jelentkezni játékra, jó? Ha szeretnétek játszani, akkor írjatok nekünk SMS-t, és igen, ma is lesz gólöröm játék. 9 óra után kell majd valakinek bebizonyítani, hogy ott a helye Barcelonában, úgyhogy jövünk nem sokára, hírek után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Klassz! Csak slágerek, Klassz FM, a rádió. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48 múlt pontosan. Egy perccel hello mindenkinek. Jó reggelt. Hilányi Bakcsomópont katasztrófa. Ezt Szala küldte nekünk. Budapesten a Dózsa-György úton erős a forgalom. 19 fok van. A páracsepek lassan felszívódnak. Szél nincs, jó a levegő. Anyám szerint mosás közben a félpárzoknék azért tűnnek el, mert megeszi őket a szennyest. Csumi Erik. Hát 1000 éve nem voltál velünk. Itt vagy újra. Örülünk neked. Trafiban ma is új Fehértúr, a 4-esen a Nyíregyháza felől érkezőket mérik a 3 lábúval, ez pedig GS küldte nekünk. Köszönjük szépen. M7-esen Pest irányában a bolgári Molkútnál ADR kontroll van, ez pedig Sheriff küldte. Látom, hogy nagyon kikívánkozik belőletek a kérdés, hogy vajon mi a helyzet a tankcsapda feldolgozásokat indítok is pályázattal kapcsolatban. Múlt héten ugye volt nálunk a tankcsapda zenekar, egy dupla albumot fognak a közelőben megjelentetni, és hát itt a zenekarnak tagjai elmondták a lesben, hogy még egy hely kiadó. És meghirdettek egy pályázatot, és képzeljétek el, hogy összesen 6 nap alatt 164 zenekar jelentkezett, ami azért nem gyenge. Atya Isten. 164 zenekar, ami Polgár Petink is természetesen ott van köztük. Jó, hát inkább egy paródiát csinált, igen, mint egy feldolgozás, tehát inkább paródia lett. Igen, de szórakoztatom minden esetre. Leszűkített a zenekar jelenleg 32 darra ezt a 164 zenekart, és hát a hét közepén, ami szerintem vagy ma, vagy holnap lesz, eredményhirdetés? Ki fog derülni, hogy akkor ki a szerencsés. Lehet szavazni nekünk is? Vagy hát egy átlag tankcsapda vagy ők választják? Szerintem azt a zenekar fogja kiválasztani. Te majd október 2-án szavazzál a migráns poloskákra, akik bejönnek a szúnyoghálóra. A migráncsok, polosok. A polosok, polos, nem, polosok nem, akik bejönnek polos. Majd a számot, beveszik a kertőt, meg nem tudom, a szúnyoghálódon keresztül aztán megdobálnak téged. Jó, hát kíváncsiak várunk, hogy kit választottunk csapban. Nagyon. Meg hát már az albumról is meghallgatnék egy-két számot. Hát, én küldenék. Most komolyan mondom, hogy nagyon régóta vártam ennyire tankcsapda albumot.
Mert azért ez mégiscsak egy kuriózum, mégiscsak egy érdekesség. Nekem azok a különböző kis variációk Tóth Gabitól, a Kováéktól, meg egyébként a Tankcsapdától is, ők ugye Charlie feldolgozást mutattak be saját maguktól. Ezek engem nagyon felvillanyoztak, nagyon tetszettek. Jó. Nagyon jók lehetnek. Így egészébe véve. Na! Mit hozzunk, hogy ne legyen ez? Hát Poloska. A Poloska. Hát erős Polosok. Erős a Polosok tehetnek. Na játszunk egyet, már itt is van játékosunk. Visszafelé beszélünk. Lészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben, nem? Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásítjellánk, mi me? Aki válaszol... Halló, jó reggelt! Morning, nektek is! Hello, Sanyi! Jó reggelt! Sanyi, mi újság, honnan hívtál minket? Sziasztok, jó reggelt! Alkám vagyok, éppen egy parkolóban megyünk dolgozóba. Mit dolgoztok, mit csináltok? Mérnökök vagyunk, és egy autóipari cégnél dolgozunk. Egy autóipari cégnél, ott Alkán, vagy mentek máshova? Itt Alkán, a Bönc Kft-nél. Jó, hát akkor ez most kicsúszott, de meg se hallott, hogy igazából mindegy is, azt hittem, hogy valami konkrét automát. Kedvenceink vagytok, úgyhogy köszönjük szépen. Örülök neki, hogy sikerült egyszer bekerülni a játékba. Régóta szerettél volna? Van egy munkatársam, aki a héten búcsúzik tőlünk, úgyhogy vele még mindenképpen akartunk játszani egyet. De akkor hogy nem ő hívott minket, vagy hogy nem vele beszélünk? Tele volt a kocsi, szerintem mindegy volt kihív, a lényeg az, hogy be tudjunk kerülni. Minden reggel veletek kelünk, úgyhogy vártuk, hogy egyszer sikerüljön bekerülni. Na, és ott van ő is, a kolléga? Igen, nagyon kíváncsi, hogy milyen témát tudunk választani. És hova megy el? Ott hagy benneteket? Elmegy máshova dolgozni? De amúgy tele van a parkoló, itt már kollégák, és mindenki azt hallgatja, hogy mi lesz a téma. Megtelt a parkoló. És hova megy a kolléga, hogy búcsúzik? Hát vált. De ugyanez a cégnek egy kihelyezett része, vagy új munkát csinál, vagy ugyanezt fogja csinálni máshol? Ki megy takarítani Svédországban? Erről majd vele kell beszélni, mikor ő telefonál nektek. Jó. De miért titok? A hatalmas top secret, persze. De gondolom, na, már óriási. Óriási titok lehet, hogy hova megy dolgozni az új kolléga. Jól van, ez figyelj. Ez olyan, mint az átigazási szezon a fociba, tudjátok. Igen, most megy a terelés. Transfer, akkor még nem lehet bejelentni. Van városunk, illetve országunk, híres emberünk, meg szólásmondás. A várost választom. Ország, bocsánat. Akkor nem. Jó, az a ország is? Nincs város, ország. Nincs város. Nincs város? Ország. Nincs, csak ország. Akkor ország, az ország. Országot választod. Jó, mutatjuk. Gászruhait, snarf. Ezt fejtsd meg. Franciaország. Az. Egyből. Lehetetlen, nem is értettem, hogy mit mondod. Így van. Ez Franciaország volt valóban. Szerencsém volt, nem voltam egyedül, úgyhogy... Ki segített? Többieknek köszönhetem. Ez egyik kollégám. Aki elmegy, de hova megy el? Erről nem pont nem ő találta ki, szerintem ő se értette, de mondom, félig van a parkoló már. És akkor ez most az ő ajándékcsomagja lesz, aki elmegy, ezt neki adjátok, búcsú ajándék? Pénteken lesz egy búcsú buli, ott talán megnyeri. Ott talán megnyerheti, amit ti most megnyertetek, azt, hogy pénteken a saját búcsú buliján megnyerheti. Nem nagy szimpatikus. Igen, talán megkapja. Jó, hát most sokat nem tudod hozzászólni a témához. Nem én fogom eldönteni, hogy így kérdezt az ajándék. Oké, köszi a játékot, ciao. Köszi, hogy játszhatunk. Ciao, hello. Szia. Hello. De ez gyors játék volt. Ez az volt. Nem is értettem, hogy mit mondott. De tényleg, értettétek? Nem. Amit Dóra mondott? Igen. Velem előfordul. Garzőzőr, Franzom. Mi fordul elő, hogy érted, vagy hogy nem? Hát, hogy nem. Ez most az volt. 17. kerület elromlott a Sorompó a Cinkotai úti vasút átkelőnél, figyeljen mindenki. Házjári új biztonsági öv ellenőrzés, komolyan veszik, kiszednek bárkit, vigyázzatok, ez Veszprémben történik. Sátoraljaújhelyi balesetén most nyitották meg a 35-es utat, ott már jól lehet haladni. Peti küldte. Szóltunk már hétfőn a biztonsági öv és bukósisak bekapcsolás meg ilyenről, hogy ez még holnap is ez lesz, úgyhogy oda kell figyelni rá. Uh-huh. Úgyhogy ez hétfőtől kezdve mondjuk. Kérlek szépen, lakást nézek édesanyámnak, csak annyi időnk még van, hogy egy nagyot fölkacagjál egy hirdetési képen. Már nagyon sokat beszéltünk az ilyen internetes, önállóan hirdető emberekről, aki hát befotózza a kis lakását, és akkor ugye a mama most már mondta, hogy szeretne elköltözni, úgy kigyorsan jöjjön közelebb hozzánk, meg sok a kert, meg akármicsoda, elkezdtünk neki nézeget, és ráakadtam egy ilyen pecóra, odaadnám neked, mert nagyon szépen tudod leírni ezeket a dolgokat. Ez az egyik szobának a képe. Megvennéd? Oh.
Atya úristen. Nyilván az eledő a legjobb formáját hozza. Ugye, és ilyenkor készülsz rá, hogy gyerekek, Sanyika, eladjuk a lakást. Anyu, el, adjuk el. Csinálj már egy kis rendet. Ja, ó, van, rakjuk. Mert is azt lássák, hogy hogy konkrétan egy régi rakétaporció behúzva a szoba közepére, vasaló deszka fregoli, képek összeállva, a bútorokon, egy ilyen, nem tudom, ilyen bútor sor van tulajdonképpen, össze-vissza állnak rajta a szekrényajtók, az egyik szekrényajtó kinyitva, ömlik ki rajta ilyen ágynemiféle valami, írtózatosan kosz, és mocsok a szobába, meg valami gázpalack, vagy elmés porcelán, illetve egy napernyő bent a szoba közepén. Ilyet nem lehet. Ez nem lehet. Miben reménykedik? Hogy erre valaki lecsap, mert nyilván... Írtózatos kuplerály az egész képen. Zseniás, de lehet, hogy ők rendet raktak. Tehát, hogy így néz ki, amikor egy picit hogy elvágólagosan van minden, összerakva a lakásba. Dobálj már össze valamit, azért mégse így legyen az kanár. Boros üveg fönn a szekrény tetején, egy lámpabúra, egy szobaantenna, de az is így rádobva a szekrény tetejére. Brutál kupi. Hát szóval fantasztikus. Mondom, megosztom veletek, őrület. Tehát egy pár évvel ezelőtt beszéltünk egy olyan kis fotóról is, ahol szintén egy ilyen volt, egy picit ilyen Gypsy Kinges interior volt bent, és ott például egy úriember feküdt az ágyon. Tényleg is tényleg ott feküdt az ágyon. Úgy volt. Csanyika, takarodja arrébb, mert csinálni egy képet, mert eljadjuk, hogy én nem mögök arrébb. Mégis lefotozták úgy, hogy ott volt az ágyon. Maradjon. Az nagyon durva volt, emlékszem, igen. Na jó, jövünk mindjárt vissza, jó, Ákos jön a legfrissebbekkel, úgyhogy hallgassátok meg, ha van friss közlekedési híretek, akkor azt küldjétek el nekünk, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello! Mindenkinek itt vagyunk, és még szép időben vagyunk itt. Aztán hétvégére egy picit beköszönt az ősz, de állítólag van remény arra, hogy még jövő héten visszajön a jó idő. Hát nagyon reméljük. Lehűl a hőmérséklet picit, és hidegebb lesz majd szombaton, vasárnap, hétfőn is. De aztán jön vissza újra. Hát nem azt mondom, hogy a nyár, tehát a 30-ok az már nem jön vissza, de ez a 25-27, ez még. Erre még van remény. Legyen úgy, jó hogy, idő. Úgyhogy jó idő lesz. Főleg október végén legyen jó idő, majd mondjuk a pontos dátumokat, mert ugye október utolsó hete környékén mi megyünk egy kitelepülésre, egy egyhetesre. Én szeptemberben indulok, én inkább szeptemberben mennék, de most lesz ebben a hónap. Akarod, akkor menjünk októberben is, de inkább szeptemberben mennék. Ráadásul már a csajok is úgy szervezték a promóciót, akkor nem tudok menni. Azért mondom, jó, hogy... De akkor csináljuk úgy, hogy te mész egyet októberben. Mennyire? És mindig jelentkezz be, hogy hol vagy. Itt vagyok, gyerekek, Győrben. Győrben picit kevesen vagyunk, de már alakulunk. Néhányan itt vannak a téren. Nem, ez szeptemberi turné. Győrben is mentek. Szeptemberi turné lesz, szeptember utolsó hete. Szeptember utolsó hete, úgyhogy erre készüljél. Üsd át a programjaidat, és húzzák ki mindent a naptáradból, és tedd át október végére, mert akkor nem mész sehova. Vagy hát legalábbis turnéra biztos nem. Jó, úgyhogy erre készültek rá. Te fogod megmondani nekem, hogy hova menjek október. Jó. Ha én akarok, akkor is megyek. Én csak ajánlom neked, hogy inkább gyere velünk szeptember. Jó, akkor legyen szeptember. Gyere velünk szeptember végén. De majd úgyis mondjuk pontosan a dátumokat. Minden mondunk. Igen, hát szeptember utolsó lett, azt már mondhatjuk, és ma szerintem leellenőrizzük a helyszíneket, ha meg vagyunk, és mindenhol oké, és visszajeleztek, és megkaptuk a területfoglalást, igen mondtak a polgik, és minden rendben, akkor akár már holnap mondhatjuk is az állomásokat. Ez ugye egyfajta ilyen búcsú turné is tulajdonképpen. Megyünk, de mindenhova nem tudunk elmenni, az lenne jó, mindenhova el tudnánk köszönni. De megyünk, és azon városoktól, akiket élőben is meg tudunk látogatni, az ott élő hallgatóktól, és akik kijönnek, kíváncsiak ránk, el tudunk köszönni. Úgyhogy hát ez egy ezen formában ez az utolsó ilyen turné. Így van, a helyszíneket most is természetesen biztos, a hallgatói igényeknek megfelelően választottuk ki, tehát, hogy ha a helyszínen volt 5 csillagos szálloda wellness-el, akkor mindenképpen onnan mentünk. Így van, akkor amilyen való mentünk. A Ván közelben volt az, Jani. Ha Ván, jó étterem, Feri, így sikerült összeválogatni. És viszünk nagy ajándékot, azt már most mondhatjuk. Ja. Igen, nagyon szép nagy ajándékkal búcsúzunk, így van. Na milyen volt az új Gaga? Nem is mondtatok semmit. Hát egy rakat. Ja, mert Perfect Illúzió, ez a szám címe. Ez volt az. Ez egy új Gaga dal volt. Régóta vártam már, hogy ilyen lesz. Ez volt az új Gaga dal. Én azt gondolom, picit várhattál volna még, meg Gaga is, de hát a Gaga rajongóknak biztos tetszik, nekem kívülállóként, hát hogy is mondjam, nem ütött. Hát Gaga lecsengett picit, lehet? Vagy mi történt? Igen, annyira új volt annak idején, tudod, annyira különleges volt a csaj meg a körül.
körítés hozzá, hogy ezek a nagy ruhák, mindenféle de hülye. A dalok is jók voltak. És jó volt a dal is, ezt most én nem érzem még, majd meghallgatjuk biztos még egy 40-szer, és akkor lehet, hogy beég, de most nekem így elsőre nem. Tehát nem ringattam magam itt a Janival, hogy hallod ezt, Jani, de jó, hát, gaga. De akkor már inkább az azt mondom Szájpolgár Petitől. Így van. Tehát nagyon sokan kérdezték, hogy mi ez a, jó kis dal. De óvatosan tudsz teljesen most olvasni. Gogát meg kell szokni, gyerekek. Gogát, meg kell szokni. Hát ha esélyt adsz neki arra, hogy megszokjad. Hát igen, de hát több számat is. Mi megkapjuk ezt az esélyt. Nem, azt nem kóstoltam meg, de meg fogom kóstolni a kávét, mert egyre többen panaszkodnak rá. Már nem, most Anna is nem azt mondja, hogy inkább gépi. Így van. Ilyen szilvára összerándult szájjal jött be Anna, is így elmondta, hogy azt mondja, hogy nem annyira finom. Borzalom, gyerekek, borzalom. Nem, hogy a víz nem jó. Én nem tudom, hogy ezt hogy bírjátok meginni. Tehát, hogy lehettek, tehát olyan szinten igénytelenek, hogy ezt megiszátok. Igénytelen neked a dédanyád, nem értem. Én még nem ittam előle. De maga. Igen. De tegnap, ugyanezt ittuk tegnap is, nem? Tegnap ugyanez volt. Igen, ez nem új kávé. Mondd ki, mi van? Mi a megfejtés? Szagoljatok már bele a vizébe. Ne, ezt most Léci nem mond, most itt azt egyébként tudtát, a Feri biztos tudni, hogy a kávégépeket karban kell tartani. De ezt jön karban tartani. Hát figyelj, olyan, mint a csecsemő. Legalábbis legutóbb ránéztem, kiírta, hogy most már jó lenne, hogyha szétszednél, tesó, mert borzasztó, ami belül van. Ezt írta ki? Szedjél, tesó, mert borzasztó, ami belül van? Anyám a kvaterkázon ért. Úgy kezdődik, hogy a víz az vízszűrőn keresztül kéne, hogy belekerüljön. Tehát egy jó kávégébe vízszűrőn keresztül adod be a vizet, és van ugye egy állandó rácsatlakozás, tehát nincs benne ilyen, hogy mondjuk a Jani a leglelkesebb kávégép karban tartunk, hogy ő mondjuk ma föltölti, akkor az holnap után még hát benne a lehet. A részeket nem tudom kitakarítani. De egyébként a kávéd meg Anna is takarítja. Részét is, ugye ott az őrlő fejeket, azokat cserélni kell, ott az ovál lerakódik, stb. Ó, gyerekek, hát miért nem előbb mondtátok ezt? Hát most komolyan már. Én lehet, hogy nem a kávé a rossz. Mondtam, hogy bármilyen kávét vesztek. Ez rossz lesz. Az rossz lesz. Ez így van, tök igazadon. Hogy érthetsz ez is? Nem akarod nem megcsinálni. Tudom. Most félkor vagy a következő hírblokkal, van egy 20 perced. Hát adjál szerszámot, itt a Gyulabánál. Itt van a Gyulának a kis kék, a széthúzhatós szerszámban. Na, köszi Ákos. Köszi szépen. Nem is bírom meginni. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, de engem egyre jobban idegesít ez a jelenség, amiből egyre több van, és én nem tudom, hogy lehetne ezt megakadályozni, vagy felszámolni, de szerintem felháborító, ami történik taxis fronton. Olvastátok most a legújabb ügyüket, hogy mit csináltak, és annyira gusztustalan, és annyira kiábrándító, amit csinálnak, és az ember soha nem hallja, vagy nem hallotta, amíg az Uber működött, hogy például Uber sofőrök ilyet csináljanak. Tehát felháborító. Ugye elszámolási vitába keveredett egy taxis hétfő hajnalban Budapesten, mert hogy a turista egyébként sokalta az 1000 forintonként ugró taxiórát, aki a barátnőjével ment, és hát megállította a taxist valahol a Tököli út és egy másik utca sarkánál, és egy lincselésszerű erőszaknak volt szemtanúja egyébként az esetről, aki beszámolt az esetről. Aha. Ugyanis 20-an nézték a verekedést, hajnalban pedig 3-4-en ütötték a földön fekvő külföldi férfit azért, a barátnőjét gázsprőben lefújták, mert ő egyszer megállította a taxist, és sokalta azt, hogy 1000 forintonként ugrik a taxis óra. Vagyis nyilván egyértelműen megpróbálták átvágni, lehúzni, és visszajöttek azzal, hogy külföldi. És nem találok rá szavakat, hogy ez mennyire gusztustalan, és mennyire kiábrándító, és felháborítónak tartom egyébként, hogy ezt engedik. És hogy mindenféle retorzió nélkül itt vannak, fosztogatnak, lehúzzák a külföldi turistákat, és ha valamit te szóvá teszel, és neked nem tetszik, akkor meg az a megoldás, hogy odahívnak még 3 kopaszt, és jól megverik azt, aki egyébként szól, hogy tesó, lehet, hogy ne ugorja már 1000 forintonként, vagy kilométerenként, vagy 1000-est a taxisóra, mert turista vagyok, nem hülye, nyilvánvaló, hogy lehúzás történik. És ha te szóvá teszed, és ki akarsz szállni, akkor meg az a megoldás, hogy 3-4-en körbevesznek, körbeállnak autókat, lefújnak gázsprével téged és a barátnődet, és még jól össze is rugdosnak egyébként úgy az utcán, hogy utána a rendőrség, aki szintén rettenetesen töketlen, ebben az ügyben előállít egy embert, önbíráskodás miatt egy 35 éves fővárosi férfit előállítottak az ügyben. Hogy van az, hogy hárman rugdalnak valakit, és nem állítják elő mind a hármat,
hogy nem találják meg, hogy szemtanúk vannak, hogy valaki oda megy, azt elzavarják. Teljesen értelmezhetetlen. Szóval, hogy felfoghatatlan és gusztustalan rettenetesen. Az, amit csinálnak, és mint egy ilyen hiénák itt fosztogatják a magyar utasokat, a külföldi utasokat, mintha törvények felett állnának, lerabolnak, lehúznak, rádmarnak a reptéren. Szóval annyira gusztustalanok, hogy én rosszul vagyok már a taxisoktól. Hogy egyébként a taxis társadalomban van számtalan becsületes sofőr, számtalan becsületes munkavállaló, számtalan olyan taxis, akiken nem lehet fogást találni, de van köztük egy rakás olyan is, és sajnos ezek az esetek ezt bizonyítják, akik olyan szinten szégyenei ennek a szakmának, olyan szinten szégyeneinek a társadalomnak, hogy az egyszerűen felfoghatatlan, és az is felfoghatatlan és értelmezhetetlen, hogy maga a taxis társadalom, illetve azok, akik képviselik ezt a társadalmat, hogy nem tudják ezeket fülön csípni, hogy nem tudják őket kivetni magukból, hogy nem tudják őket eltávolítani a saját érdekükben, a saját renoméjuk érdekében. Mert ez mindannyiótok a bélyek, taxisok, tehát ez nem mondhatod azt, hogy hién csak a hiénák csinálták. Meg ilyenkor hol vannak azok, akik jó fejek, miért nem mennek oda és akadályozzák meg a többi taxis? Nem akarja magát mi az, hogy valakinek 1000 forintonként ugrik a taxis órája, majd elveszi a turista pénzét és előállítják önbíráskodás miatt, mert ez már nem csak önbíráskodás, hanem konkrétan kirabolták és elvették a pénzét, érted? Tehát az egészet nem értem, és olyan, mintha a rendőrség is kicsit így összejátszana a taxisok, és azt mondja, jó van, biztos mindig az utas a hülye, tehát van egy ilyen prekoncepció, kvázi a taxisnak van igaza, mert hát mit reklamál a hülye turista meg a hülye utas, annyit igen, mutat az óra, akkor ki kell fizetni, igen. De ez nem önbíráskodás, ezt a turistát, ezt kirabolták, hogy elvették a pénzét, ezt a barátnője mondta egyébként ennek a turistának, akit szintén lefújt a gásprével. Tehát undorítóak. De ha még úgy igaza is van a taxisnak, akkor sincs semmiféle jogosítványod arra, hogy egy földön fekvő embert rugdos, akkor a barátnőjét lefújt gásprével. Nem fizet az utas, akkor hív ki te a rendőrt. Így van, hív ki, zárd be addig az ajtót, és akkor mondasz, hogy na tesó, akkor megvárjuk itt a rendőrséget, és majd ő eldönti. Tudjuk, hogy egyébként ő regisztrált, vagy társasághoz tartozó taxis nem volt, tudjuk. Vagy mezítlábas taxis, azt még nem lehet tudni. Mert az mondjuk fontos lehet. Nem tudjuk. Nem tudom, hogy milyen taxis nem. volt, és azt írja a rendőrség, hogy rablás gyanúja nem merül föl, a turisták pedig egyértelműen állították, hogy a taxisok elvették a férfi pénzét, ugyanakkor rablás gyanúja nem merült föl. Tehát, hogy miért nem, ha egy turista azt állítja, hogy a barátnője együtt, hogy neki elvették a pénzét, akkor hazudik? Vagy turista hülye idegen országban, és nem tudja már, hogy mit beszél? Vagy úgy megverték, hogy fogalma nincs egyébként, hogy volt 30 000 forint a pénztárcájában, vagy euró, vagy nem tudom, most meg nincs semmi, mert a taxisok elvették tőle. Tehát hogy van az, hogy valakit nem zárnak ki örökre, vagy hogy nem veszik el az engedélyét? Vagy az, aki a szigetről ugye lehúzott egy turista, nem tudom, 25 000-re, és abból is nagy balhé volt. Nem tudnak vele mit csinálni, egyébként 2 éve nincs engedélye, de még mindig taxizik. Hát ez hogy van? 2 hetente lehet hallani ilyen híreket, ugye a legutóbbi ezt megelőző eset az volt, amikor például navosokat utaztatott meg valaki, rájuk csukta az ajtót, és nem akart nekik ugye számlát adni, és ő vitte őket a városba. Vitte, de úgy, hogy 2 navellenőről beszélünk, tehát hogy ráadásul hivatalos személyekről, nem akart nekik számlát adni, nem engedték ki az autóból, és aztán megutaztatta őket egy darabig. Ott is, de végül nagy nehezen elengedte őket. Tehát, hogy azok hivatalos személyek voltak. Tehát velük is megcsinálta. De ez nem Uberes volt? Ez nem Uberes nem. volt egyébként. Nem, taxis hát, volt? Hát ez most ez friss hír, már nem igen, Uberes. Nem Uberes autóztatta a nap ellenőröket? Nem. Na mindegy, de hogy én ezért sajnálom nagyon az Ubert, és ezért rettenetesen rossz, mert hogy nincs választásod, és ezek után, ha te úgy döntesz, hogy már pedig te nem vagy hajlandó taxival utazni, akkor is kénytelen vagy, mert megfosztottak attól, hogy neked legyen legyen lehetőséged választani, nem? És az Uberesekről le tudták szedni a rendszámot, azonnal el tudták venni mindenféle engedélytőjük, meg jogosítvány, nem tudom. A taxisok meg tényleg úgy tűnik, hogy így kicsit igazából így bármit megcsinálnak, nem? De a rendőrség is azt mondja, hogy jó, hát a taxisnak mindig igaza van. Prostók, lehúzogatják az embereket, hiénáznak, rabolnak, sokan vannak, megvernek, 6-an körbeállnak, nagyon bátor egyébként egy nőt meg egy férfit 4 kocsival, 8-an körbeállni és megrugdosni. Tehát ez aztán igazán bátor cselekedet. Tehát annyira prostó, bunkó módon viselkednek, hogy az egyszerűen felfoghatatlan. Nem? És azért is nagyon okosak vagytok. Nagyon férfias, nagyon tökös. Mert hogy ennek híre fog menni, a külföldi haza fog menni, nyilván bemegy majd valami tévéműsorba, a rádiónak vagy a újságnak ad interjút, és amikor jön a turista, akkor azt mondja, hogy jó, akkor nem ülök be én se taxiba, hanem begyalogolok, nem tudom, a Ferihegyi repülőtérről. Hát és itt, hogyha ugye hírek alatti kommenteket megnézi az ember, akkor is tényleg ott azt tudja olvasni, hogy itt nyilván nem a turistákról van szó, hanem a hétköznapi magyar állampolgárok, ők azt mondják, hogy
inkább lejárják mind a két lábukat, mint sem, hogy beüljenek egy taxira. Hát igen, de azt mondja, hogy nőt is megvernek, érted? Szóval tényleg a legalja. De tényleg a legalja. Tehát, oké, ő védte nyilván a barátját, és ő fölugrott ugye a verő taxisok, és őt meg lefújták, meg megrugdosták. Egy nőt. És mindegy nekik, hogy gyerek, hogy nő, vagy férfi, vagy idős, vagy nem tudom. Azonnal az a megoldás, hogy hárman ott teremnek, és jól összeverik. Tehát, ez felfoghatatlan. Felfoghatatlan egyébként. Tényleg nincs megoldás. Tehát, hogy ilyen eset után ezt az embert nem tud azt mondani neki, hogy köszönjük szépen, ő nem taxis többé. Ez, aki rugdosott, ezen a minimum, tehát ezen a minimum, autó lefoglal. Amiben mondtad a másikat, a szigetes esetet, hogy fölviszi egy hegyre, ott ki elveszi a pénzét és kirakja a szerencsétlen turistát. Érted, aki megmerte ott is mondani, hogy hát azért a Népsziget meg a Margit sziget között nincs 15.000 forintnyi különbség, mire odaérünk. Hogy ezt nem mondhatják azt neki, hogy akkor az engedélyét kérem, köszönöm, viszont látásra, ön soha többet nem lehet taxis. Nem is értem, igen. Csak előállítják önbíráskodás ágyával, most akkor kap valamennyit, holnap meg ugyanúgy taxizik. Tehát én nem értem, tényleg olyan, mintha a rendőrség is egy kicsit mindig a taxisok oldalára állna. Na mindjárt felhívjuk az Országos Taxiszövetség elnökét, hogy mondjon erre valamit nekünk. Tehát mit lehet csinálni, ők mit szólnak egy ilyen esethez, amikor ezt hallják, és tudnak-e bármit is tenni, ez a kérdés. Itt van velünk Metál Zoltán, hello Zoli, jó reggelt a Taxiszövetség. Jó reggelt, sziasztok, és köszöntöm a rádióhallgatókat. Elnöke, hello. Tegeződhetünk, Zoli, gondolom. Hogyne, nagyon megtiszteltek. Köszönjük szépen, mi mindenkivel tegeződünk, de nem a neveletlenség miatt, hanem egyszerűen csak könnyebb így beszélgetni. Na, ti mit szóltok, amikor egy ügyet hallottok, vagy például a legutolsót hallottátok, mit gondoltatok? Hát bármilyen furcsa is, hidd el, hogy sokkolja a taxis társadalmat minden ilyen hasonló cselekvény, amikor negatív hír bekerül. Na, most már sajnos nap, mint nap a médiába, ezért ugyanolyan kellemetlen, mint az utasoknak, hiszen a szolgáltatás azt nap, mint nap gyakoroljuk, ebből élünk. A többsége, és itt azért el kell mondanom, és ti is elmondtátok azt a Feri, hogy a többsége igen tisztességes vállalkozó, 10-20-30 éve ebből él, adót fizet, nagyon szereti a munkáját, az utasokkal megvan elégedve, az utasok megvannak elégedve velük. Higgyétek el, hogy ez a többség 1 millió fuvar megvalósul egy hónapban csak Budapesten. Van egy töredéke, ami tényleg arról szól, hogy itt bizonyos csoportok törvényt, rendeletet, szabályt nem ismerve, nagy évbe tesznek el az egészre, és a saját zsebükre és a saját fontoljukra azt csinálnak, amit akarnak. Mit tehet a szakma, mit tehetnek az érdeklődések, mit tehetnek a kamarák? A háttérben nagyon-nagyon sokat dolgoztak, hiszen az elmúlt hónapokban, években folyamatosan változtak a jogszabályok, de hát mi azt gondoltuk balga vállalkozóként, vagy érdekképviseletként, vagy bárhogy is szeretném magunkat minősíteni, hogyha szigorítjuk a rendeleteket, hogyha meghatározzuk és jól körülírjuk azokat a szankciókat, hogy mi van akkor, ha, akkor attól majd elrettennek ezek az emberek, de tulajdonképpen a probléma forrása még jelenleg is az, hogy hiába van egy nagyon jó rendelet, hiába van egy nagyon jó szabály, most már parlamenti személyszállítási döntés is módosult nyár elején. Egyszerűen a hatóságok valamiért keresztbe kasul intézkednek. Mondok egy eklatáns példát, hogy mindenki értse a dolgot. Az elmúlt három évben, 2013-tól folyamatosan százával készültek azok a jegyzőkönyvek, amikor a Budapesti Közlekedési Központ ellenőrei, amikor ugye mindenki emlékszik, hogy bevezették az egységes sárga. Igen, a sárga lett, egységes díjat vezettek. Onnantól kezdve egy kőkemény ellenőrzést hajtott végre a BKK. Voltak benne kisebb, nagyobb és mindenféle észrevételek, ez a matricától kezdve esetleg a hangos, a rádió volt minden, de az esetek között volt évi 30-40-50 olyan eset is, amikor igen komoly túlszámlázás volt, igen komoly probléma merült fel a szolgáltatást végző taxissal szemben. Ezeket az észrevételeket továbbította a kormányhivatalnak a Budapesti Közlekedési Központ. A kormányhivatal meghozta azokat a szigorú döntéseket, verdikteket, határozatokat, amelyben vagy eltiltotta rövidebb, hosszabb időre a taxista a tevékenységétől, vagy visszavonta a tevékenység engedélyt, vagy az autót vonta ki a forgalomból, és akkor most tessen figyelni, jogállamban élünk, a másodfokú hatóság, a közlekedési hatóság pedig megveregette a vállát ezeknek a taxisoknak, visszaadta a tevékenység engedélyt, és elnézést kért.
Innentől kezdve mi is így gondoltuk. De mi az indok, vagy mi az ok? Tehát, hogy miért adták vissza? Van egy szabályozási törvényben egy olyan passzus, hogyha egy kisvállalkozó egyszer hibázik, akkor bocsássunk meg neki, nézzük el neki, hiszen tényleg ő egy kisvállalkozó, és miért nem ez volt annak idején a szabálysértő rendeletalkotónak tulajdonképpen a célja, hogy majd a taxis urat megmentse, vagy azt a taxist, aki nagyon súlyosan visszaír ezekkel a dolgokkal, hanem tulajdonképpen valami más ok vezérehette, hogy ez belekerült. A másodfokú hatóság pedig azt gondolta, hogy majd legközelebb. Na most mi annak az esélye, hogy 5300 taxis van legálisan Budapesten, és ehhez csapódik még körülbelül 5-600 olyan, mint például, amit beidéztetek a szigetes esetet, amikor az derült ki, ugye, hogy nem is volt engedélye, és nem tudnak vele mit csinálni. Ez felfoghatatlan. Ha valakinek nincs engedélye, és úgy árul kávét, vagy hotdogot, vagy bevonják, bezárják az üzletet, eltiltják, megbüntetik, soha többet nem árul semmit. Az a helyzet, hogy most már viszont van ilyen rendelet, most már viszont van ilyen törvény. Ez is pontosan az érdekképviseleteknek, a kamaráknak, az összefogásának és a rendeletalkotó jó hozzáállásának köszönhető, hiszen a saját ellenőrzései kapcsán ugyanazt tapasztalta, amit most ti elmondtatok, ugyanazt tapasztalta, amit mi összegeztünk hónapok, évek óta feljegyzéseinkben kirincseltünk, hogy higgyék el, hogy ezt a szakma többsége egy tisztességes hozzáállást tanúsít, mégis van egy csoport, akik állandóan mindenhonnan megpróbálnak kicsúszni. Ezzel van itt a probléma, ezért rendet kell csinálni. Azt kértük dr. Fónagy János miniszterhelyettes úrtól a Fejlesztési Minisztériumban, hogy próbálja meg a minisztérium ezeket a hatóságoknak a munkáját koordinálni, hiszen mindenki elvégzi a sajátját, ha balra nézek, akkor x ezer jegyzőkönyv, ha jobbra nézek, akkor még több. Mégis mindenki halálra dolgozta magát, de ezek az emberek még mindig ott vannak, és óriási károkat okoznak, nem csak az utasoknak, hanem mindenkinek, hát az utasoknak, az egész, a taxistársadalomnak. Az egész városnak és az országnak azt az iszonyatos pénzt, amit mi turizmusra mindenki a mi közös pénzünkből, adónkból elköltünk, azok a csoportok, legyenek ezek most ilyen taxisok, vagy kínák, vagy legyenek olyan vendéglátósok, mert nem csak a taxisokra egyezünk, mert azért nem csak a taxisok húzzák itt le ezeket a szerencsétleneket, hanem nagyon sok olyan. Hát jó, most ennek eljött mással, szóval azért a taxisok. Jó, nem akarom, hogy az étterem húzza le, tudod, akkor ott az 500 000 forintos büntetés, meg mit tudom én kiderül. A következő, én azt gondolom, hogy ha valaki szeretne rendet csinálni, akkor minden lehetősége ma jelenleg erre megadatott. És még egy fél gondolatot engedjetek meg, mert a Balázs behozta az Ubert. Az a navos ellenőr, akit megsétáltattak a városba, és lezárt az egyik, a másik viszont az Ubert senki nem hívta, magától jött, amikor érezte, hogy nagyon komoly rendeleti és törvényi változások, egy olyan szabályozás készül, ami végül is július 23-án hatályba is lépett, ők önként és zavóba elmentek. Senki nem zavarta el őket, Balázs, senki. Önmaguk döntöttek erről, megtehették volna azt, hogy szabályozott formában, ugyanúgy, ahogy összes piaci szereplő, akár magyar, vagy akár külföldi, mert most már külföldi is azóta van. Jó, értem, persze, én most behoztam az Uber-t, de én azt mondom, hogy nem hallottam most, hogy neki milyen jogi háttere volt ez igazából. Én mégis számomra szimpatikusabbak sokkal. Én azt gondolom, hogy így tiszta, mert így tiszta, hogy azért mindenki az. Igen, csak azért itt nem egy-két hiénáról beszélünk, tudod, mert azonnal ott terem 20, szóval azonnal ott teremnek 4 autóval, tehát azért itt nehéz azt mondani, hogy egy-egy kettel van. Ennek van egy történelmi múltja és hagyománya. Én értem, csak a taxisok nagyjából mindig magukra számíthattak mindenbe. Persze, azért ott van a segítség. Igen, de azért tegnap előtti esett, de az is nagyon fura, hogy azért nagyon sok taxis azt gondolja magára, hogyha bármi sérelem éri őket, akkor azonnal tüntetnek, lezárnak és mennek az államhoz, meg a kormányhoz panaszkodni, közben meg utast kell elvinni, akkor meg jó meg lehet verni, mert egy kicsit olyan, mintha a kormányon, államon, hatalmon fölül állnának, hogy és mindenhatóak lennének. Szóval, hogy azért gyomorforgató egyébként. Nyilván nem általánosító. Azért így van, azért nem osztunk össze, mert teljesen másról szólt az egyik, és egy teljesen külön fülölhatára dolog a másik. Én ebben a legutóbbi dologban azért nem szívesen foglalnék állást, mert 24 óra az ellentétes
jelentéseket hallottam, illetve híreket hallottam, hogy végül is már kiderült, hogy nem is a ma reggeli egyik kereskedelmi tévéből idézek, hogy nem is az utas volt a károsult, hanem a taxis. Tehát én azt gondolom, hogy várjuk már meg, amíg a BRFK... Én azt mondom, várjuk meg, amíg a BRFK... Te magad is bevallottad, hogy itt vannak ezek az emberek, problémát jelentenek számunkra, Kettő rugdostak, vagy kettőt rugdosott hat azért. Most ebből kihozni azt, hogy még a taxis volt a sérelmezet, nem áll. Szóval, hogy ez itt tényleg bizonyítékban megrugdosott 20 taxist, ugye? Tehát azért most nem akarjuk ezt ki. Figyeljtek, hogy ha általánosságban beszélünk, akkor igen, elmondható, és jelen van, és az óriási károkat okoz a taxisok szerint is mindannyiunknak. Persze, és nem már... vannak becsületes taxisok, én is utazom sok jóval, tehát nem szabad általánosítani, én nem ezt mondom, csak felháborít, hogy ezzel nem valamit nem lehet tenni. Ahogy ott állnak a reptéren, leszólogatnak, mafiáznak, taxi, ezért csesztetik a külföldi utasokat, beülnek, nyilvánvalóan beviszik őket a nem kökire, hogy valahol. Hát négyszeres, ötszörös pénzzel húzik, azt se lehet őket elzavarni, szóval. Kérdéshez válaszolva lehet mit tenni. Van olyan hatóság, vannak olyan hatóságok, akiknek minden lehetősége megvan. Mondok egy konkrét példát. A legutóbbi nyári parlamenti döntés és kormányrendelet értelmében levehető azonnal a rendszáma, elvehető, elkobozható az autó első alkalommal 6 hónapra, második alkalommal 3 évre, teljesen mindegy, hogy te kölcsön kérted apukától, vagy kölcsön adta az egyik taxis a másiknak, tehát tulajdonképpen megvan a törvényi lehetősége a hatóságoknak ahhoz, hogy éljenek ezekkel a szankciókkal. Az a kérdés, hogy vajon ők miért nem hatékonyabbak ebben a dologban, vagy miért lépnek 2-3 lépést hátra. Ezek olyan kérdések, amire én nem tudok válaszolni, de hidd el, hogy én is szeretnék választ kapni, vagy azok a taxisok, akik normálisan végzik a munkájukat, és ő miattuk nagyon sokan hidd el, hogy bizalmatlanok az utcai leintéssel kapcsolatban. Hogy mi a megoldás, mert volt egy ilyen kérdésetek is, aztán lehet, hogy Janninak volt a kérdés, hogy mi a megoldás. Az a megoldás, a budapesti utas úgy védi magát meg, hogy ma már Uber után minden nagyobb társaságnak nagyon komoly applikációs rendelése van. Sajnos az egyetlen megoldás, hogy levédi magát az ember egy kontrollálható fuvarszervezőn keresztül. Nem drágább ebben a fuvarozás, ingyen állnak ki az autók, és így tudja megvédeni magát az utas, hogy kontrollálható. Így van, Zoli, ebben tök igazad van, de azért az is tök szimpi lenne, hogy amikor az Uber ellen kell tüntetni, le lehet zárni a félvárost, és mindenkinek az agyára menni. Egy ilyenért akkor miért nem fognak összezárják le a félváros, és mondják azt, hogy hozzanak szigorúbb törvényeket, vegyék el örökre egy ilyennek az engedélyét, legyen fix engedélyszám, ami csak megörökölni lehessen, legyen egy érték az, hogy valakinek taxis engedélye van. Mikor lesz tüntetés a hiénák ellen? De tényleg, szóval, hogy Jani, figyelj, de az igazság, hogy egy demonstrációnak a megszervezése mindig a komoly felelőssége jár. Az Országos Taxi Szövetség a kamarákkal, a kuvosszal, amikor egy hasonló ilyet szervezett, akkor mi egy olyan helyre vittük, Alkotmány utcába, ahol amúgy se volt nagy forgalom, egy déli órákba, ahol pontosan kértük a rendeletalkotót a jogszabályi háttér pontosítására és a jogellenes tevékenység felszámolására. Akkor zárjátok le a félváros egy napig, és tüntessetek azért, hogy az ilyen szemeteket tiltsák el, örökre vegyék el az engedélyét, ne csak akkor, amikor az Uber ellen kell tüntetni. Én egy kicsivel lehet, hogy előrébb járok az információba, illetve a dolgoknak a fényébe, hiszen most verbuválják azt a kiszámú ellenőri társaságot, aki konkrétan közvetlen a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium alá fognak tartozni, országos tevékenység. Ellenőrök? Igen, de nem az ellenőrök hiányáról van a baj, vagy nem az ellenőrök. Azzal is hogy valakit elkapnak, és utána 2 hét múlva újra taxizik. Nekem nem azzal van a baj, hogy nem ellenőrzik őket, hanem hogy visszakapja az engedélyt, amit az előbb elmondtál, és ugyanúgy taxizik, miután összevert vagy lehúzott egy utas, 2 hét múlva megsimogatják, és visszakapja a jogosultságát. Akkor visszakérdek, azt gondolod, hogyha kimegyünk egy félnapos demonstrációt, jambori csinálunk a városba, és azt mondjuk, hogy a hatóságok tegyék a dolgukat, akkor a hatóságok majd összekapják 24 órán belül magukat, és azt mondják, igen, elnézést. Igen, én azt gondolom, hogy a ti taxisok, sokszor felszólaltok, és kivetitek saját magatokból, és összefogtok egy ilyen ügy érdekében, akkor előbb-utóbb annak lesz vízhangja. Ha mindenki lapít, mindenki csöndben van, és csak akkor tudtok összefogni, hogy Uber ellen kell.
Van mert nem adunk naponta arról tájékoztatót, vagy sajtóanyagot, hogy a háttérben mi van, és mit ígértek, és milyen fejlesztések, és milyen szankciók voltak. Mindig egy ügy kapcsán, amikor egy ilyen kellemetlen dolog kiszivárog, hogy kiszivárog, kiderül pontosabban, akkor mindig felkapja természetesen a média. De nem ez az első. Ez a századik, és nem történik semmi. De az utóbbi 20 évben ez így van. Tehát, hogyha te is hasonlókorú srác vagy, legalábbis jó tested magad hozzám képest. Akkor tehát, kvázi az utóbbi 20 évben nem történt semmi ez ellen, nem? Így van. Az utóbbi 20 évben hatóságok tehetetlenek, valami oka van. Eddig az volt az oka, hogy a szabályok nem olyanok voltak, most már van szabály, most már van szankció, most már van nagyon komoly érdek abban a tekintetben, hogy tényleg rendet kéne csinálni. Az a kérdés, meg van szarva mindenki a taxisoktól, mert félnek, hogy állandóan lezárjátok a várost. Ez az igazság. Mindenki be van tőletek szarva, hogy úgyis ott van a kezetekben az, hogy a félváros lezárjátok és megbénítjátok a forgalmat. Tulajdonképpen ennyi, ezért érzi néhány taxis, hogy hatalmon felül van, mert azt csátok, amit akartok, mert majd nem tetszik, akkor meg lezárjátok a félvárost, és mindenki megbénul, és inkább enged nektek a kormány, és enged bárki csak, hogy lehessen normálisan közlekedni. Alapvetően erről van szó. Az igazság, hogy tényleg az engedélyeknek meg vissza kéne adni azt, hogy tényleg az engedély legyen, és hogyha valakitől elveszik akár a személytaxi vezető, tehát őszintén, hogy alkalmazottként vagy vállalkozóként tette a dolgát, a személytaxi vezető igazolványát elveszik, akkor az életben ne kaphassa vissza. Mondok egy szomszéd példát, nem kell messze menni Bécsbe. Egyszer le voltam döbbenve, hogy micsoda rend van, ott pedig ott alkalmazottan urbános emberek taxizgatnak, annyira odafigyelnek, hogy szabályosak legyenek, megkérdeztem tőlük, és mi van akkor, ha a többet tesz az órába, vagy esetleg van-e náluk olyan, hogy, és nézett rám furcsán, és nem is értette, hogy mit akarok ezzel. Hát azt mondja, neki egy olyan érték a taxivezetői igazolványa, hogy azt megbecsüli, mert hogyha azt elveszik, akkor többet a büdös életbe, Ausztriába nem fog tudni taxit. Így van, hát szerintem tök egyszerű a megoldás, limitálni kellene az engedélyek kiadását, fix darabszámmal érték lenne, aki hibát követel, csal, lop, megveri a turistát, elveszik tőle a fix engedélyt, soha a büdös életben nem kap többet, és egy olyan értéket veszít el, amit egyszerűen nem mer kockára tenni. Szerintem ennyire egyszerű a megoldás tulajdonképpen, amit te is elmondasz. Ha csinálunk egy zsemborit, akkor eljöttök? Nekem semmi közöm hozzátok, hát oldjátok meg, csak legyen valami megoldás. De mindig csak akkor zárjátok le a félváros, amikor nektek valami fáj, amikor nekünk utasoknak, akkor meg nem történik semmi, és tisztelet a kivételnek, megy a nyugodt fosztogatás, rablás, lehúzás, turistaverés, utasverés, fenyegetés, a Szigeten, a Tököli utcán, bárhol, akkor meg mindenki lapít és csöndben van. Tulajdonképpen ennyi a kérés, hogy ti magatokból vessétek ezt ki, és érjétek el, hogy legyen valami változás. Higgyétek el, hogy minden megteszünk, és a többség tényleg elítéri, és milyen súlyja az, ami tulajdonképpen zajlik most már elég régen abból ez a város. Jó, hát Zoli, drukkolunk, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen, az Országos Taxi Szövetség elnökem, jó? A becsületes, normálisan dolgozó, egyébként küzdő, a megélhetésért küzdő taxisok, ezt ne vegyék magukra, meg senki ne vegye magára, akinek nem inge szokták mondani. Így kezdtük, hogy Jani is mondja, így van, hogy itt nem minden taxisról beszélünk, de hát ezekről a hiénákról, igen. Hogy az az érdekes az összefogásban, igen. De hála Isten az angol verb, na jó. Az az érdekes az összefogásban, hogy az például nem jut eszük be a jó taxisoknak, mert akkor bontsuk így szét, hogy amikor ez a 20 ember ott állt a körbe, ezt a két turistát, az tuti, hogy ezek tudtak róla, a többiek. Hogy olyankor nem jut eszébe, hogy 20 rendes autó oda menjen, és körbe vegyék őket, hogy akkor srácok, addig nem mentek el, míg ki nem jön a rendőr. Mert itt állítólag volt olyan, aki erről az esetről most ott a földön lelépett, fogni tudott, hogy ne menjen. Hallották, hogy valaki hívja a rendőröket, elment. Na, hát elment de a rendes neki. Taxis ilyenkor miért nem állja körbe, hogy na gyerek, akkor most viszont nem mentek sehova, mert engem tesztek cikivé, aki rendesen dolgozom. Igen, tehát szomorú. Na. Ezért utálja mindenki a taxisokat egyébként, és ezért utálják a normális taxisokat. Persze. Is, akikből meg szintén sok van, normálisan végzik a munkájukat, és nem húznak, és nem vernek el. Szerencsétlen turisták, kézzük, amikor hatan körbálnak és rugdosnak. Szóval, hogy... Eljött egy nyaralni, és vérző fejjel törött állkapocsal. Látod, hogy a csajodat ott verik melletted a földre, rugdaljál, 6-6 kopasz taxis, érted? Szóval szörnyű. 3-4-9 lesz pontosan 5 perc múlva. Gólöröm játékunkhoz érkeztünk el nem sokára, jön a beugró kérdés mindjárt. Úgyhogy egy picit elmegyünk hírezni, aztán jövünk a kérdéssel már is.
8 óra múlt pontosan 52 perccel. Na, hány fenyegető SMS-t kaptál a saját telefonodra? Nem tudom, nem furán sok taxis van itt a rádió épületen. Gyertek, srácok! Hát figyelj, nonsens egyébként. Egyébként tényleg az meg a kezelési mód, amit mondtál, hogy vannak dolgok, amiért kimentek fiúk, ezért meg nem mentek, hogy saját magatok közül. Igen, meg a taxiszövetség elnökének elmondtuk, hogy az országos taxiszövetség elnöke semmit nem tud tenni. Tehát, hogy így, akkor mi a fasznak, nem? Igen, széttetszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy nem megy. Nagyon egy, igen. Na hát érdekes ez a dolog, én nagyon sajnálom a turistákat, mert nem csak a turistát, a magyar utast is, és mindenkit, és te ezt nem teheted meg egy étteremben, nem teheted meg egy kávézóért, nem ad számlát, betiltanak 500 ezerre, megbüntetnek, becsukják a kürtös kalácsodat, vesztek zára alá veszik, felgyújtják a lakókocsidat, ők meg olyanok, mint a tényleg minden törvényen felülállnának. Bármit meg lehet tenni. Na, gyorsan egy-két SMS. Az a vicc, hogy többe kerül kimenni a reptére, mint repülővel Dublinba, vagy Barcelonába menni, igen. Múlt héten voltam Barcelonában, ahol taxik GPS-szel felszerelt taxiórákkal vannak, felszerelve nincs lehúzás semmi nálunk. Miért nem lehet így, kérdezi Jóci. 5-ből 4 taxis miért húzza a száját, ha bankkártyával akar fizetni az utas? Erről is beszélhetne a szövetség elnöke. Ez Dávid írta nekünk. Édesapám több mint 30 éve taxis, mégis nap mint nap a hiének életveszélyesen megfenyegetik. 30 év körülékhépen olyan drosszra áról éppen hiének vannak. Kirángatják az utast a kocsiból, ha nem hozzájuk szállnak be. Borzasztóan elszomorító, hogy ez a helyzet. Amikor a gyermekeimet ütötte el, majdnem, és ezt szóvá tettem, nekem akart jönni autóval. A taxis társaság pedig letagadta, hogy náluk dolgozna. A Blahánál ilyeten odajött hozzám egy turista pártaxi, hogy nyitva reptér, Blaha, 24 ezer. A taxishoz közeledve a taxis már mutatta is a kést, hogy finoman jelezte, hogy lehet haladni tovább, nincs is semmi látnivaló. Mi haladtunk, ők fizettek. Szarházi banda. Ugye? Ez milyen? De reptér, Blaha, 24 ezer. És akkor miért szóval, nem hogy... a rendőr, tényleg? Késsel fenyeget meg, és te tovább mész. Ugye, de hogy bizonyítod? Nehéz, na jó, nagyon hát, nehéz. Ha nem de... szólunk semmiért, mert hogy... De nem, mert csak... Nagyon nehéz. Értelek, de hát valamit kell mit csinálni. Mit igen. Na jól van. Egy. Az Uberes ügye egyébként, már meg mondtam, azt ténylegesen Uberes volt, és nem taxis, az amikor a két napos megutaztatták. Csak most került ugye egy ilyen bírósági szakaszba, azért láttam most a héten ezt a igen. Kis riportot, azzal Uberes kevertem, úgyhogy az... Jó, hát én nem mondom, hát Uberesek is csináltak hülyét, de valahogy azért ezt mégsem hallottad. Nem? Szóval, hogy nagy lehúzás. Ezek az atrocitások, ezek nem voltak jellemzők az Uberesekre. Tehát lehúzás lehet, hogy ott is volt, de ilyen verekedés, verés, fenyegetés nem. Ezért nem jó a soha, ha az állam belép a piacra, tudod? Mert hogy ahol piac van, ott verseny van, ahol konkurencia van, ott mindenkinek érdekei jobb szolgáltatást adni, és ezt államilag úgy szabályozzák, hogy kilőnek mindenkit, és most lehet, hogy az Uber nem volt jó, de akkor adni kell másfajta, más típusú konkurenciát, mert a konkurencia harc az jót tesz a harcoló feleknek, az jót tesz a szolgáltatás minőségének, nekünk, utasoknak. Soha nem jó, ha valaki monopól helyzetben van, mert nincs igénye jobbat adni, nincs igénye többet adni, nem törődik vele, mert úgyse tudsz nagyon mással menni, nem? Ezért jó, ha mindenhol szabad verseny van, valódi piac van, és nem az állam szabályozza, hanem azt mondja, gyerekek, győzzön a jobbik, adok mindenkinek lehetőséget, aki jogtisztán adót fizetve működik, ugye most nem az Uberre gondolok, hanem tényleg akkor hozzunk létre egy másik versenytársat, és aztán maradjon fent az, vagy válasszák azt az utasok, ahol jobb a szolgáltatás, és jobbat kapnak. Hát csak akkor dolgozni kell. Egy helyre tudok bemenni kenyeret venni, akkor tulajdonképpen ott 5000 forintért is megveszem a kenyeret, mert nincs más. Ha van 3 hely, akkor az 5000 forintos kenyér csak 1000 forint lesz, mert a másik meg 900 alá tud menni, hát. És nekem se érdekem az, hogy magas árakat tartsak fönt. Ezért nem szerencsés, hogy az állam szabályozza a piacot. Nem? Szabad piacnak nem kellene nem lenni. Nem kell fejlődnöd, és sok pénzt nem kell fejlődnöd, és kicsit azt csinálsz, amit akarsz, és ha ma lehúzol egyet, holnap is hozzád ül be, mert nem tudsz mit csinálni. Na jó, menjünk tovább egy picit vidámabb témában. Jöjjön akkor a beugró kérdésünk. A gólöröm játékunkra tegnap fantasztikus játékosunk volt, döbbenetes volt, amit csinált. Pécsi főtér, de jó volt. Ákos volt, ugye Ádámot akartam mondani, Ákos volt a játékosunk, Pécsi főtér, vagy Széchenyi tér, nem sem hol volt. Hát, irodából írtak utána hallgatók, hogy ők is ott dolgoznak Pécsen. Visszafogottság zéro. Hallották a gólörömet, megmutatjuk majd a játékosunk előtt, hogy mit csinált a tegnapi játékosunk. Csak amúgy kezd csinálóként, hogy tudjátok, hogy most azért magasan van a mérce, és ha jönni akartok Barcelonába, Barca meccsre, akkor ki kell tenni magatokért. De előtte a kérdés, hogy szól? Melyik évben nyert először aranylabdát Lionel Messi? Na, ez... Igazából nem lehet azt mondani, hogy ez nehéz kérdés. Barca fannak.
Barcafannak igen, de sokszor mondtuk, nem muszáj Barcafannak lenni. Tényleg Beckenbauer is lőhet kapu, Ronald Koeman-nal, egy holland-orosz meccset is közvetíthetek, bármit nem kell. A lényeg, hogy focit szeretők legyetek, és legyen kedvetek ott lenni Barcelonában ezen a meccsen. De ha valaki a spanyol focit szereti, nem Barca drukker, mégis nagy élmény lenne neki kijutni erre a meccsre, jöhet nyugodtan. Bármilyen meccset lehet nekünk most közvetíteni. Tegnap is jött elnesem, és madridos vagyok, én nem mennék, de hogy jó, nem, nem jönnék. Várj, azt lehet, hogy kicsit megértem, van az a fajta elvetemül foci drukkerság, amikor te nem mész el az ellenfél stadionjába, mert te Madridban akarsz menni, és a Madrid stadionjába akarsz ott lenni, jó, a Bernabéuba, hát és nem mész el. Azért egy ilyen lehetőség, ezért csak megnézem a szomszédot, nem? Ez olyan, mint a mit tudom én, Federer rajongó, vagy nem ülsz be Gyokó páholyába. Wimbledonban még, ha meghívnak, akkor sem, mert akkor inkább ülsz egy kakasülőn. Ott ülsz egy kakasülőn Federer mögött valahol, de nem ülsz be Gyokó páholyába. Én megértem, hogy egy tőzsgyökeres Real Madrid szurkoló nem akar elmenni egy Barca páholyba. De most tekintsünk el ettől, azért ha valaki szeretne labdarúgást, akkor azért tudja, hogy vannak olyan csapatok, amik egy felette állnak, egy picit. Így van. Egy Barca, Real Madrid, Budapest, Honvéd. Csak a kispest gyerekek. Csak a kispest, így van. Na, szóval jöhetnek a jó válaszok. Jó, SMS számunk 06-745-0000. Írjátok meg akkor, hogy mikor kapta meg először Messi az aranylabdáját. Mi pedig mutatjuk a beugrott hármasugrása, mert hogy a gólöröm játékunk után még ezt is játszunk. Figyeljetek! De rég hallottam az egyik számot ebből. Régi de retro. Akarnád újra meghallgatni? De retro. Jó, hogy rég hallottam. Most beugrott, beugrott. Na, írjátok, hogy mit hallottunk, jó? Mi pedig jövünk a gólöröm játékkal. Ákos, írj után. FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk pontosan 14 perccel. Hello mindenkinek. Jó kis sziasztok. Robbie Williams után itt vagyunk. Figyeljetek, ez a Harrison Ford, ez hol nem volt eddig még? Hát, gyerekek, Pákozdon. Pákozdon bukkant föl. Most ez az új. Körbe tekerték a velencei tavat. Tegnap is a pákozdi haláscsárdában mutatom a képet, ha nem, Jani még nem látta, gyakorlatilag ott áll a teljes személyzettel karba, tehát kézzel az öreg középen, már bocsánat, de hát óriás. Nagyon jó arc. Nagyon jó arc. És most már szerintem élvezés kifejezetten erre utazik. Igen, hogy, hogy tud minél több képet lenni. Nagyon mufurt hírében áll. Tehát, hogy nem jó arc kint. Legalábbis ahol lakik meg. Szóval, hogy nem szeretik már, hogy azért, mert nagyon undok meg, olyan mufurt tud lenni. Itt meg hát, igen, a hollywoodi híreségek közül az egyik, akire azt mondják, hogy nagyon undi. De érdekes a képeken meg olyan kis, olyan kedves, szimpatikus, meg olyan közvetlennek. Igen, itt meg zseniális. Mi lesz, hogy holnap meg majd találkozom vele Pessentimére, a kis picúr cukrászdal a szlovák krémest fog enni. Kipróbálja. Jó, hogy simán megvan minden esélyre. Bemegyek, és akkor ott eszegeti. Igen. Szád szélén egy picit. Töröl már, jó menciki. Oké, köszi. Na, szól... Bon appetit, igen. Jön a gólöröm játékunk. Mert hogy ugye elérkeztünk a harmadik kiadó helyhez, illetve pontosabban ma a harmadik játékosunk kap lehetőséget arra, hogy ő legyen ott velünk Barcelonában. Meghallgatjuk a tegnapi játékost, csak megmutatva mindenkinek, aki esetleg adásba kerülhet. Hogy ez az alap, és ezt kell egyébként, hát nem azt mondom, hogy überelni, de valami ilyenre gondolunk hát, akkor, amikor mi azt gondoljuk, hogy gólörömjáték. Mégis überelni kell, hogy igen, ha nyerni akartok, mert egyelőre az esélyes. A keddi játékosunk Ákos. Jó, elkezdődtünk lassan, most már elkezdődött a mérkőzés. Igen. Már megszereztük a labdát a 92. percben. Kapusnál labda, kapus indít. Piqué megszerzi a labdát, tovább passzolja, Xavi, Iniesta egy visszapassz, Mascherano is megérkezik, fut a szélen Neymar egy visszacsel, érkezik a labda, Messi, nem, de mégis Messi! Ez jó, nem? Ez jó. Igen! Mindenki engedett. Igen, köszönöm! Végre! És a pia olyan szólítta!
Vége! Vége a vesztegy! Nyert a Barcelona! Én szerintem Ákos ez jól tolta tegnap, de ez így kell. Ez így kell tolni. Még az egy dolgot te felejtsd el, ő körbejárt előtte, hogy a gól örömnél szálljanak be. Igen. Az asztaloknál. Igen. Ő kávézó. Pécset volt a Széchenyi téren. Szóval ő tényleg ügyes volt, és hát ezt a játékot ezért találtuk ki, úgyhogy aki szeretné őt túlszárnyalni, nem lesz könnyű dolga, de nem lehetetlen. A hallgatók döntik majd el pénteken, hogy kinek a produkcióját tetszett a legjobban. Mindenkit felrakunk a Facebookra, és aztán majd like számok alapján eldöntjük, hogy ki megy Barcelonába a Barca meccsre. Na, hívjuk akkor játékosunkat, jó? Mert hogy volt egy beugró kérdés, amit János elmondott 9 óra előtt, ha valaki el sem válaszolt, akkor esélyt kaphat arra, hogy adásba kerüljön, és ott legyen október végén a Barca meccsen. Magánszámról hívjuk magánszám. Csak tudja, hogy... Halló! Halló! Tibort keresünk, jó reggelt! Sziasztok, én vagyok. Hello, Tibi, ciao, Balázs, Jani, Feri, hello, morning show, szia! Sziasztok! Hello! Hello! Na, azt írtad nekünk, hogy Vas megyéből telefonálsz vagy írsz, autóbuszvezetőként dolgozol? Így van, így van. Tényleg? Mióta vagy Barca Drucker? 1992 óta. 1992 óta. Atyaisten. Na, mikor kapott először Veszi a aranylabdát? 2009. Ez a jó válasz, így van. 2009. Hát jó válasz. Nem tűnsz túl lelkesnek, vagy boldognak, vagy izgulsz, vagy meglepődtél, mert... Meglepődtem, izgulok. Fiamnak már mondtam az előtti játéknál is, hogy van nálatok ez a játék, aztán mondta, hogy apa, hogyha nem nevezel, akkor nagyon morcos leszek. Mekkora a gyerek? 11 éves. 11 éves. Őt hoznád magaddal? Igen. Hát az nagy élmény lenne akkor Barcelonában. Azt megmondom. Bejutni a Nokembe egy ugye Barca meccsre. Jó, Divike, már felkeszíd magad, hallottad a tegnapi játékost? Nem, sajnos nem. Nem hallottad a tegnapi? Éppen... Nem, sajnos, bevallom őszintén nem. De tegnap is most az ismétlés, hát most adtuk le egy fél perc, akkor nem hallgatsz minket ezek szerint. Most szálltam be ebbe pillanatba, buszba dolgoztam, tegnap is, ma is dolgozok, aztán nem hallottam őszintén sem. Előző gólőröm játék meg volt? Az meg, az véghatottam. Hát akkor igen, emlékszel. Óriási. Hát akkor tudod, hogy mit kell. Figyelj, és most utasok vannak mögötted? Nincs senki, állok. Állsz még egyébként. Hánykor kell kifutnod? Ó, még soká. Ráérek, nagyon ráérek. De mikor? 10-kor, fél 11-kor, 11-kor, mikor indul a menet? 11:50-kor. Úgyhogy. Hogy már felszálltál a buszra ilyen korán? Intézem itt a dolgaimat, aztán most pihengetek. A buszon? Az irodád is? Ez az irodád. Félig az irodád, igen. De mit kell intézned 9 óra 20-tól 11 óra 50-ig a buszon, bent a fülkében? Hát napi dolg. A fülkében nem, most szálltam vissza. Ja, hogy csak ott ugye a buszon el vagy, irogatsz, töltögetsz. Így van. Aha. Jó, oké. Na figyelj, hát... igazából mindent tudsz. Ha tegnapi játékosokat nem hallottad, akkor csak annyit mondok, hogy nagyon jó. Megmutassuk neked gyorsan még egyszer, hogy mit csináltunk tegnap? Igen, azt megköszönném, igen. Figyelj, csak egy rövidet mutatunk belőle, jó? Figyelj. Elkezdődtünk lassan, de most már elkezdődött a mérkőzés. Igen. Már megszereztük a labdát a 92. percben. Kapusnál labda, a kapus indít. Ike megszerzi a labdát, tovább passzolja, Xavi, Iniesta egy visszapassz, Mascherano is megérkezik, fut a szélen Neymar egy visszacsel, érkezik a labda, Messi, nem, de mégis Messi! Végre! Na, hát, és itt még kiabál. Szóval, hogy nincs könnyű dolgod, meg szerintem senkinek nem lehetetlen, de valami hihetetlen extrát kell nyújtani, hát Tibi. Elfüstölt a Samsung, ha hallottad. Igen, elrobbant neki. Te hangulatban jöttél, felkészültél? Elég rendesen, igen. Jó, kezdj el fölpörögni, mert tegnap, amit a játékosunk csinált, az elképesztő az volt. Az jusson eszedbe, hogy mit mond a gyerek, ha most elcseszed. Jó. Bizonyám, kapni fogsz. Na figyelj, akkor itt van az alapzaj, jó, hallgass meg akkor. Jó, tehát itt van. Okay. Ugye már kifutottak a játékosok a pályára. Tibikém, tiéd a terep, mutasd meg, hogy milyen kommentátor vagy. Jó estét kívánok, jó szurkolást mindenkinek. Barcelona Celtic VL mérkőzésen vagyunk. Harmadik percben adogatnak hátul a védők. Umtiti, Piqué, André Gomesnek adja a labdát, közben merelől Neymar is Messi helyezkedik. Suárez közbelép, Suárez kapja a labdát, kitolja balra Messinek,
Neymar üresen középen, Neymar kap egy paszt, visszaadja a Messinek, Messi eltekeri hosszúba és gól! Mekkora gól Messi, harmadik percben, gola, 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 gola! Gola! Vezet a Barcelona 1-0-ra! Gol, 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 gol! Jó, oké, nem rossz. A tudást megvettem az elején. Igen. De ott a nevek, nem tudom, hogy ki hol focizik, de sok név volt benne. Rezignált profi volt. Itt inkább a szaktudást nézzük, így van. Így van. Ez a legújabb Barcelona. A legújabb Barcelona. Jó, oké, Tibi, figyelj, hát meglátjuk, hogy mire lesz ez elég jó. Bízom a buszvezető kollégákban, szavaznak rám is. Ja. Nagyon bízok benne. Jó a csapás irány. Figyelj, lehet, egy kicsit még elmeháborodottabbnak kellett volna lenni, főleg hallgatva mondjuk a tavaszi nyertesünket, vagy a tegnapi játékos, de meglátjuk. Igen, hallgattam, csak ez nem olyan egyszerű, mint hallgatva. Hát itt bele kell adni mindent, de mert tényleg statikus állapotban kell kerülni. De nem mi döntünk, úgyhogy a hallgatók fognak meg majd dönteni, a Facebookra föltesszük majd az összes felvételt, és az alapján dől el. Remélem, sok kolléga facebookozik. Jó, hát bízunk benne. Tibi, köszi a játékot. Én is köszönöm. Köszi. Ciao. Sziasztok. Hello. Igen, olyan szó alakult, de még nem dobta el annyira az egyet, hogy halljam, hogy tényleg teljesen megőrül. Nekem ez volt úgymond a hétfői. Tehát, hogy hát így kezdődött volna a játék, igen, akkor abból lehetett volna építkezni. Még a hétfőt agyon verte. Persze, ez egyébként. Az egy gyúlás volt. Igen, nehéz a kedd után azért. Persze, a tegnapi után nehéz bármit hozni. Igen. Jó, holnap után még játszunk, úgyhogy van hely. Jó? Még kettő darab hely van, be tudtok kerülni. Ha valaki ma nem nyert, ne adja föl, holnap is lesz kérdés, válaszoljatok, és akkor meglátjuk, mi lesz a dolog. Igen, itt nincs második esély. Itt nem lehet bumozni. Itt nincs második esély, igen. Itt ha pénteken valaki nyer, akkor már biztos, hogy másod magával mehet Barcelonába. Mérnek az M3-oson Pest felé a Kisasszony téri pihenő helynél, a 93-os kilométernél. Ezt Ricsi küldte nekünk. Mi pedig játszunk, már itt is van a hallgatónk. Nagyon ezt lelőjük. Kommentálj! Ezt pedig elindítjuk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! András, hello, jó reggelt! Halló, halló! Hello! Sziasztok, András vagyok, Tegvédről is a játékra jelentkeztem. Szia, hello! Ciao, András, honnan a Ceglédről? Azt mondtad, mit csinálsz? Igen, mivel foglalkozol? Én biztonságőr vagyok, és most pihenőidőmet töltöm itthon. A pihenőidődet töltöd otthon? Így van. Mennyit dolgoztál? Hát 12 órázunk. 12 óráztak. És 24 pihenő. Így van, pontosan. Illetve hát össze-vissza, ahogy jön, de a 12 óra az a biztos. Most alvás ilyenkor, mi lesz? Hát most igen, majd pihenés lesz, de csak délután, délelőtt, még a szokásos családi ügyintézés, bevásárlás, ez az amaz, és akkor délután egy kis pihenés, majd tanulás a gyerekkel, és majd délután meg szülői lesz, mert az lesz délután most a szóban. Mekkora gyerek? 11 éves lányom van. 11 éves. És mire tanít téged? Hát minden az életre. Ő tartja a szülőit neked? Természetesen. Nem, az majd utána jön a beáztatott kötéllel. Na figyelj, itt szól az első kérdés. Melyik világhírű színész filmjei a Férfias játékok, az Ördög maga, vagy a Tűzfal? Na. Hát sokat beszéltünk róla, aktualitása van a kérdésnek, ennyit segítünk. Sokat beszéltünk erről a színészről mostában, meg hogy aktualitása van a kérdésnek nyilván, tehát aha, hogy sokat lehet róla mostanában hallani nálunk is, bulvárosságokban is egy olyan színész, aki most itt van nálunk. Hát ebből két filmet tudod, hogy láttál, a Férfias játékokat, meg az Ördög magát. Tessék? Ki van nálunk? Várjál, az azért. Én egyik filmet se láttam, de már tudnám. Boldog Gyula. Nem tudom, tényleg nem tudom, nem vagyok ilyen filmmániás. Ma is beszéltünk róla csak háromszor talán. Igen, hát Harrison Ford, igen. Harrison Ford, tényleg az őszhajú, most láttam, igen. A őszhajú. Szegény alána, pont itt jó feskedik nálunk, és mindenki imádja. Az őszhajú öreg, igen. Harrison Ford, az Ördög maga, Brad Pitt játszott egyébként egy filmben. Igen. Lehet, igen. Nem emlékszem rá. Nem vagyok itt nagy filmes. Hát ez akkor most így rövid a sikeredet. Igen. Köszönöm azért a lehetőséget. Hát mi köszönjük, sajnálom, gyors volt, András, tehát akkor mehetsz pihenni tényleg. Köszönöm, sziasztok. Hello. Van egy trafing a 35-ösön, a polgári elkerülőn, Csoki Guru küldte nekünk.
miért csak fiúknak adtok lehetőséget, és egy lány is tudna viccesen közvetíteni, puszi Viki. Viki, írjál holnap. Ha olyan SMS-t kapunk lányoktól, hogy elküldik a jó megfejtést, és alá is írják, hogy lány, Viki, vagy mármi, akkor adhatunk esélyt lánynak is, meghallgatnánk szívesen egy jó csaj kommentátort, nem? Bizonyám, itt belevettem, hogy a legjobb, mi van a tarsolyban, és akarsz ilyen. Igen. Sokan alá se írják, tehát nem is tudjuk, hogy fiú vagy lány ír nekünk, de csajok is játszhatnak, úgyhogy holnap akár egy lány is kaphat lehetőséget. 9:30 lesz pontosan, 4 perc, majd jövünk vissza mindjárt. Reklámot hallottak. Hajrá! Hajrá, Messi! Hát én imádom. Ő a legnagyobb. Ági mindenki kedvence szerintem, nem? Egyértelmű. Ágit imádjuk. Egyértelmű. Imádjuk, szeretjük, igen. Hajrá, Messi! Na! Holnap karácsonyi adás van. Most küldtem éppen egy SMS-t az Erste Banknak, hogy anya vegye az Interspárban szaloncukrot, ha van. Nem tudom, hogy mit fognak rá reagálni az Erste Bankban, mert félre nyomtad? Ezt írtam nekik, azt mondja, hogy anyikám, ez nagy lenne, hogy nézd meg, légy, az Interspárban, hogy van-e szaloncukor, ha van, vegyél. Ez mekkora lenne, hogy egyébként kihoznák. Vadon úr van, vihetjük. Most azért karácsonyozunk holnap, mert ugye már karácsonyunk nem lesz, de akkor még jó időbe hozunk egy ilyen elő karácsony. Pontosan. Csak holnap karácsonyi zenék. Így van, ajándékozás lesz, fa, már szóltam a lányoknak a szélszent, hogy vegyék le beiglit, most megyek érte adás után, meg van rendelve, 3. És mi a limit, 500 forint? 500 forint. Azért vetünk egymásnak? Igen, jó, de tökösek vagyunk, akkor holnap reggel 6-kor húzunk, és meg kell oldani mindenkinek 9 és 10 között. És mindenki a sporthírek alatt kirohanít a Népligeti aluljáróba. Én az se rossz, hogy holnap húzunk. Holnap reggel húzunk. Vagy ma kihúzunk, de holnap reggel lehet csak beszerezni, az is jó egyébként. Az is jó. Na, akkor húzok Piki helyet is, jó? Húzok 2. Kis halmozó. Oké, és akkor karizenék holnap? Is. Megpróbáljuk, megnézzük, hogy milyen, amikor szeptember a karácsonyoznak. Hát ugye valami kikába, vagy ikába, kim vannak a karácsonyfák. Hát kaptunk a hallgatónktól ugye képet. Hogy már meg lehet venni a műfenyőt, érted? Sima ügy. Már lassan kim van a kellemes ünnepeket tábla. Mondom, erre a szaloncukorra én nem vennék mérgen, hogy lehet kapni, talán. Hát hozzá tavaly. Talán, de nincsen, az a baj. Jaj, tavaly is nincsen. Már visszavitték. Nem, igen, mert a tavaly az 5 évvel ezelőtti volt, és most a tavaly kidobt. Oké, húzok 2-t, jó? Mert húzok egyet magamnak, meg húzok egyet a Vikinek. Figyelj, hogy végig karácsonyi zenék lesznek, azt azért nem tudjuk megígérni, mert reggel mielőtt bejöttél, elkezdtük őket hallgatgatni, és annyira zsibasztóak voltak, hogy szerintem mindenki megöli magát. Hát lassú mindegyik, hát nyilván. De egy-kettő azért inkább ilyen feldolgozások lesznek. Szeretettel átítat, hagyjál meg. Mi? 500 forint a limit? 500. Ez 2 vagy 1? 500. 500. Jó. Nagyon jó. Hú, de őszinte, nagyon jó. Tudom már, mit veszek neki. Igen? Aha. És mit? Ja. Anna is húz. Nézd meg mindenki ott. Ákos, te dolgozó holnap egyáltalán? De várjátok, a kísérlet lényeget érünk, hogy lehet-e karácsonyi hangulatba kerülni szeptemberben? Lehet. De várj, engem még meg kell győzni. De te a beiglitő vagy oda, igen, hogy végre elhúzsz beiglit. Hogyha Kaliforniában hogy kariznak? Hát nem is olyan. Én ausztrál képeket néztem pont tavaly. Ülnek itt a har... Magadat húztad? Akkor ajándékozz meg magad holnap reggel valamivel. Ez lesz holnap? Nem vagyok helyemben. De nem én. Nem ez. Mert Laci magát húzta. Igen? A legjobb választás. Akkor most mi legyen? Hát akkor cseréld el valakivel, de az nem jó. Jó, de ha én most elcserélem a Lacival, akkor mindenki tudja, hogy én Lacit fogom, és én pedig tudom, hogy őt ki. Igen, de azért ne dobáljuk vissza, mert akkor, és akkor, hogyha megint valaki kiúzza saját magát, akkor megint. Akkor hagyjuk a francba az egészet, én úgyis gyűlölöm ezt, hogy holnap karácsony van. Szerintem tök jó. Még ilyen sem kaptam el a fonalat. Még csináljuk volna. Az utolsó közös karácsonyunk, nem szabad elfelejteni. Ez igaz egyébként, de nekik kell, hogy legyen. Így van. Kocítunk is? Mert szép lesz, jó lesz. Ja, tényleg, az is kell. Nagyon fura lesz karácsonyi zenéket hallgatni szeptemberben. Ez rettenetesen fura lesz. Dob meg egy hógolyóval. Szívesen megdoblek egy kis hógolyóval. Jó, csinálj a kókuszgombócot? Tudsz csinálni? Nem. Én nem is akarok csak kérdezni. Kókuszgombóc? Én kókuszgombócnak hívom, nem kókusz. Milyen bájgli lesz? Mi lesz? Azt mondja, hogy 3 klasszikust rendeltem. Klasszik. Nagyon jó. Cukin, nagyon szépen köszönjük Pest Erzsébetről. Azt mondja, hogy Mákos. Diós, Mákos és Gesztenyés. Nagyon jó. Hát a hagyományos. Sírtak, amikor meghallották ők is. Diósból csináljatok már 2-t, ha hallgatjátok. Diósból többet én is vinnék, az igen. Az olyan jó. Akkor 3-at. Tudod,
Szórjanak már meg. Jó, az idő kell. De nem... Vizete, persze, csengetünk. Nem kell. Csengetünk, nem találunk. Megvesszük, érted. Nem erről van szó. Nem arról, hogy ezt tudod, ez egy cukrászda is. Hát azért most ott kell a jó munkához. Két diós gesztenyé is rendel nekem is hazavitere. Én csengetek. Azt az egy nagyot vágjátok félbe. Dehogy is csinálnak még gyorsan hármat. Persze. Miért tegnap előtti bájglit akarnak ránk sózni? Nem. Csak biztos más munka is van ezen kívül. Kárpát-utcai CBA-ban már lehet adventi naptárt venni akciósan. Akkor ez még tavalyi. Máshova esik 23-a. Még máshol van a 23-a jablak. Idén már jobb alul van a 23-a. A tavainál még bal fölül volt a 23-a jablak. Úgyhogy na, azért akciós. Na, akkor megvannak. Megvannak a kis nevek. Jól érzem, hogy egyelőre erre csak Jani hangolódott rá. Teljesen. Valahogy ő van egyedül karácsonyi hangulatban. Utolsó karink egyébként. És ezt ezért ki kell játszanunk. De majd fölhívhatsz karácsonykor bennünket, csak nem veszük én föl. Én minden évben meghívlak benneteket, és sose jöttetek még el. Mondjuk nagyon nem erőltetted. Tőlem jól fogtak aludni. Én küldöm a kis angyal szájon rád, és csicsi. Ahogy 19-én meg kitörlöd a számainkat. Csilingeljen. Miért már még addig? Csörgess meg, most is egy húsz a szám fog bejelezni, nem vagy. Nevet nem fog kírni az én számom. Egyébként a kókusz gombócról jut az eszembe. Tegnap voltunk egy ilyen lakberendezési áruház, mert ez nagyon jó, csak tényleg egy ilyen kis kétmondatos történet. Elmentünk ágyneműt venni, mert Moni valamiért egységes idén akar jött ezeket az ágyneműket, nem tudom, hogy miért zavarja, hogy az enyémen az ma, hogy H1941 egy nagy tartsa, az övé meg az, hogy István kórház belgyógyászat, és akkor így elmentünk. És azt hiszitek, hogy hűl. Elmentünk, hogy vegyünk, és mindegy, nem is az ágynövő lényeg, hanem kókuszgolyót vettünk, vagy egy ilyen valami hasonlót, fönt az étterembe. 150 forint volt darabja, utána lefelé menet, miután fezeltünk, ott van egy ilyen csemege is, és akkor elmentünk, és akkor megvásárolgattuk ezeket a kis termékeket, amiket ott az ember előszertette a vázsáról, húsgolyom, stb. Aztán tudjátok is, miről van szó. 6 darab 300 ér. Ugyanaz. Mert fönt ugyanaz. El kell mosogatni, hogy ki kell ennél fizetnia. Ennél nagyobb üzlet nincsen. Go free, meg ez. De mondom, hát a kint... Noibi-noibinál 601, úgyhogy... Na jó, vagy 400. Tehát, biztos hogy... ekkoja. Na jó, de az emeleten nem kapod meg darabonként. Itt meg ugye egy darab volt 150 fent, és lent pedig 6 darab. Mert 300. Ott mosogatni kell a tányért. Valaki kiveszi a 600-as, vagy a 300 forintos dobozból, érted? Tehát, hogy ott rárakódik egy csomó minden. Műfal ez, gyerekek? Van, persze, tavaly. Na kezdesz ráfűzni. Hát most már akkor csinálj meg rendesen, tehát valakihoz egy műfa. Csak lesz arról a sztori. Nem, a sztoriban nincs több. De jó, de nem, de lesz műfa? Lesz, hát mondom, már a lányok levették. Ja. Azokat az arcokat láttad volna. Én szeretném, ha mire holnap belépek, akkor felszeletelt beigli, feldíszített műfa, girlandok, és már a 6 óra jó penerezzenénk, már egy karácsony zene. Figyelj, ott volt áhítat. Ott volt áhítat. Tovább gondoltad volna, annyit átott szám. Látom. Jó, oké, én benne vagyok, akkor holnap karácsonyozunk. Ajándék pedig 500-ért. Így van. Sőt, többért se kell kevesebb. Nem ér többért venni. Nem. Jó, kevesebb, lehet többért nem ér. Nem, 500 euró. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, mivel is foglalkoztunk. Bejelentkezett reggel, telefonomra írt egy SMS-t Mende polgármestere, hogy megtudta a számomat, és nagyon helyes, és várja, hogy hívjuk fel. Úgyhogy mi felhívtuk, és próbáltuk a mendei dugó okát kibogozni, beszéltünk a Polgival, Kaszenyi Józseffel, mert hallgatóink tényleg hetek óta panaszkodnak, hogy valamit csináljunk, mert a 31-es út bedugul, és nem csak Mendéről van szó, mi településen, hanem Sűrűsáv, nagyon sokan nem tudnak átjutni a 31-esen, ugye több 1000-10000 emberről van szó, aki ott jönne be. Aztán hát próbáltuk egy csomó mindennek utána járni, igaz-e, hogy a Polgi, a CBA, meg a pecsenyesítő. Ha valaki nem tudná, akkor ő a mendei pecsenye király. De igen, József pedig rettenetesen jó fej volt, bejelentkezett adásba, és rendbe tettük a mendei dugó okát. Ez volt az egyik témánk, talán kicsit segítettünk is, mert hogy kaptunk egy ígéretet, hogy rendőr fog ott állni, ahogy már eddig is ugye rendőr áll, és ez azért gyorsít a forgalmon. Valamint beszéltünk arról a brutális taxistámadásról, ami ugye a napokban történt, mert hogy elszámolási vitába keveredett külföldi férfi az őt szállító taxissal hétfő hajnalban, és azonnal jött az erősítés, hatal rúgta a kettőt, ráadásul az egyikük nő volt, és hát felháborodva beszéltünk az ügyről, hogy értelmesen gusztustalannak tartjuk az ilyen típusú taxizást és taxivezetőket, és hogy van az, hogy hatan rúgdalnak kettőt rájuk, ráadásul az egyik közülük nő. És felhívtuk a taxiszövetség elnökét, hogy mit lehet tenni az ilyen taxisokkal, hát nem igazán hallottuk a megoldást. Nem. Mert Metál Zolival beszélgettünk. Úgyhogy már is mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Ez itt a Morning Show, a Klassz
Klassz FM-en. 9 perc van pontosan 10 óra, gyerekek. Nem, egyszer megőrült. Meg fát. Már rakja a fát. Rakja a fát össze. Tehát, én mondtam neki, hogy kivágom az ablakon az egészet úgy, ahogy van vele együtt, amit nyilván nem teszünk meg, de mondtam, hogy a fa az érzékeny pont nálam, tehát majd holnap reggel. Gyerekek, állítja. Én is szóval valahogy reménykedtem, mert egy kicsit tetszik az ötlet, hogy bíztam benne, hogy elsikad és megúszuk, mert nagyon fura lesz. De ne, figyelj, fát állít. Nem bockodunk. Nem bockodunk. Az előbb vettem le, Zsuzsinak a segítségével, nagyon aranyos, hogy oda jött, tényleg is megtámasztotta a seggemet két oldalról, ezzel egy picit elterelt a figyelmemet. A fának a levételéről levettük most mind a kettőt. Én most egyelőre a kicsiben gondolkodom, ahogy Zsuzs is, és mert hogy a nagy az szerintem az melós. Az melós lenne. Teljesen beteg vagy. Már írták egyébként, hogy hol lehet kapni szaloncukrot. Minden meg lesz. Hozol? Persze. Akkor már zseléset létsz jelent. Zselésen? Hát én jó. Egyedül azt bírom megenni. Jó. Mákos lépástól külön-külön is. Valami kis krémeset is hozzál, akkor ilyen mogyoró krémes biztos van. Uh-huh. Miért a zselés, te miért a zselés, azt szerinted jó? Csak jobb, mint a mogyoró krém. Az undorító. Nincs ilyen valami kis... Lesz. Ez egy trüffelkrémes undorító. Az trüffeles, új de jó. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Megdöbbentőek vagytok. Hát főleg a János ezzel a... Figyelj, fejébe vettem, mi meg nem hátrálunk ki mögül le, tehát összetartás van, úgyhogy... Dúdolja az óta Annenbaumot. Holnap lesznek karácsonyi zenék. Októberben szilveszterezünk. Várjál, kettő között mindig Szabin vagyunk, úgyhogy... Ja, mondjuk nem. Jogos. Értem. Igen. 500 forintért veszünk egymásnak ajándékot, húztunk is, úgyhogy... És kit húztál? Így vagyunk. Tessék? Kit húztál? Választhatok, meg kettőt húztam. Viki helyett, úgyhogy igazából választhatok. De tulajdonképpen bármelyiket odaadom, mert mindegy. 500 forint, de mit lehet? Tehát ez a legrosszabb. Hát ez a lényeg. Ez azért van, Csabi, mert te már elanyagiasodtál. Már számodra sem jelenti ugyanazt a karácsony, mint régen. Ez a szeretetről szól, nem a lóvéről. Én minimum 600-at költök mindig. Csabinak volt egy tök jó kérdése a taxis anyagot. Igen. Hallgatva. Na, mit kérdeztem? De nem tök jó, és emellett elmentünk. Nem tudtam, hogy behozza adásba. Volt egy jó a legfontosabb, kérdése. Igen, meg se kérdeztünk egyébként a taxi szövetség elnökétől, pedig jós volt, hogy a fenébe történik az alaptörténet, hogy bele tudnak nyúlni az órába. Tehát nem onnan indulna az egész sztori, hogy senki nem tudja megbuherálni az órát. Hogy... A legtöbb vitás eset ebből van, hogy nem azt mutatja az óra, amit a így van. Kedves utas szeretne látni rajta. Jó kérdés. Egyébként jó két tényleg tök fontos kérdés. Na jó, van, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját, aztán elköszönünk, hát átadjuk Csabinak a terepet, elmegyünk karácsony ajándékokat. Így van. Istenem, hogy hiányzott ez mára? Még vennem kell az aroma gyertyába is valahol. Kérlek, ne. Mézes kalács illatú illóolajat. Úristen, de beteg vagy. És neked ez tetszik? Nekem bejön, hazamegyek, válogatok egy csomó zenét. Jó, hozhatsz be zenéket egyébként, hát akkor szóljanak valam karácsony zenék. Behozom a Twisted Christmas című albumot, a Twisted Sisters-től. Van ilyen? Van. Jó, gyerekek, ami nincs, az nincs. Sabi, kamera megzenei lesznek? Vadi új dalt hozott nektek. Only Murs ugye velünk együtt nőtt, hát ugye mi is 2009-ben indultunk, és akkor lett második az X-Faktorban. És ott onnan indult a karrierje, most meg már készíti, egészen pontosan meg fogom nektek mondani, az 5. lemezét, ez majd idén valószínűleg karácsonykor, de nem holnap fog megjelenni, és erről már van egy dal, amit meg tudok nektek mutatni, You Don't Know Love ez a címe. És egyébként nagy köze van ő, ugye Robbie Williamshez, volt a mai műsorotokban egy Robbie Williams, és ő volt az, aki felkarolta ezt a kis Only Murs nevű fiatalembert, már az X-Faktorba bement duettet énekelni vele, és amikor onnan kijött, akkor turnéra vitte. Csabikám, ennyi a kötődés. Ródnak? Megnézzünk. Előzenekarnak, kérlek szépen. Jó, meghallgatjuk, kíváncsiak vagyunk, főleg a új zenéről van szó, az mindig jót tesz. 50 pontosan 10 óra, 555-55-00 a telefonszám. Ha kérnétek dal Csabitól, akkor hívjátok ezt a számot, vagy küldjetek SMS-t. Mi pedig jövünk holnap, hát akkor karácsonyozunk. Boldog karácsonyt. Neki ünnepet mindenkinek. Holnap hatkor jövünk, szevasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli